6 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! Boldog új évet! Ja? Ne, milyen? Na most már elég. Igen, most már engedjük el, nem? Vagy még bujékozzunk? Ne! Kérlek, hát, ne! Hát, ha tegnap nem hallgatott minket mindenki. És most ébredt meg. Ja igen, átriadta a hatodikát. Újabb edünk is, vagy... Figyelje! Aha! Aja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 j
Igen, iszol is. Valami? Ne, de én igen. De mi? Mi? Én? Jó? Megy a füstöt. Ez a te csajod? Bol? Te? Mi? A te anyád? Kicsit dizsi. Igen, új szignálparkunk van, drága Morning Show hallgatók, jelentjük örömmel, megújultunk picit, ránk fért egy kis facelift, ráncfelvarrás. Köszönjük szépen, és nagyon gondolkoztunk, hogy néztük egymást, János, te ez mi felvonó? Igen, maradnak a régi dallamok, marad minden, csak egy kicsit új a hangunk is. Új a hangunk is, aki énekel, illetve aki mondja, az is egy kicsit újabb. Ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni szokni ebben a formában. Én kezdek ráfűzni. Három kájpirigyár! És két kájpiroskát. Na, gyerekek, ilyen csalános borogatás kéne a szememre tenni, mert megvakultam. Konkrétan nem látok se. Annyi ködlámpába futottam bele, hogy figyelj, folyik a szemem. De jöttem tényleg, tehát, hogy ezt nem bírom. Pont ezen gondolkoztam, hogyha itt a városban ennyit lehet látni, akkor te kintről mire bejössz? Hát ott szerintem semmi nem volt. Semmi. Csak ködlámpák és csak köd. Csak ködlámpák és csak köd. Nem látok semmi, gyerekek. Nekem van egy olyan elméletem, ami szerint vannak olyan emberek, köztük egyébként én is, mert hogy nekünk azért szempont volt, hogy legyen ködlámpa az autónkon, de hogy vannak, akik csak arra várnak, hogy végre köd legyen. Szerintem most komolyan. Szerintem van az a típus, aki örül, hogy megnyomhat bármit az autóján. Van nem? Ködlámpa az autómon, mikor lesz végre köd? Mert akkor a mizzitali. Figyelj, kifolyt a szemem. És szeretik. És nem indokolt, szóval, hogy köd van, de hát tehát, hogy tényleg van egy 100-150 méteres látótávolság, ott már nem kell. Kozi nem. De hát, ott már nem kell. Hát ott majd lesz az a veszélyes kanyar 200 méter múlva, az odáig azért be kéne világítani valamit. Igen. És elől is ég, hátul is ég, vakít. Konkrétan tényleg. Néha pihentettem kert a szemem. Minden piros lámpánál becsuktam a szemem. Vártam, hogy hátulról rámutáljanak, hogy akkor el tudok indulni. Szerintem szürke hályogom lett, vagy nem tudom, zöld hályog, vagy nem tudom, mit kapsz ezért. Itt a városban is végig a körúton nyomták a srácok, egyesek jeleztek, tudod, erős dudálás ment, a kávanyád mögé áll, vagyis elé áll, de volt a tanító, én ma reggel már láttam, beállsz a ködlámpás elé, és elkezded nyomogatni így a hátsó ködlámpádat. Igen. De az a baj, hogy félreérti, tehát mindig az van, hogy ugye ez a villogás, hogy a villogás, ezt mindenki úgy értelmezi, hogy ő saját maga akarja, és lehet, hogy ő abban a pillanatban ezt úgy értelmezte, hogy ne, nekem is van, az ennyi is világít, hallod? Ne, ennyi is. Reflektorral vissza. Hát ez van. Lehet, igen, ilyen rávillogsz, akkor ő azt hiszi, hogy köszönsz neki. Igen. És akkor visszavillog, nem? Mi ködlámpások tartsunk össze. Igen, én már köszönöm, hát akkor villog már vissza, hogy elhá, Jóci, hát valami legyen már. Igen, hogy örülnéd már. De. Úgyhogy nem tudom, kéne erre valami tovább tartó, vagy ilyen nem tudom, ilyen túlélő tanfolyamon tartani, nem? Van tovább képző tanfolyamon. Az a baj, hogy ez a kresszvizsga, ezt, tehát hogy megtanulod, tudod, amikor jársz, csak nagyon régen jártak valószínűleg ezek. Ugye ott benne van, hogy lakott területen belül nem alkalmazod, meg mit igen? tudom. Igen, aha, de persze, hát szigorúan benne van, hogy igen. Hogy kell, mint kell, persze. Csak már elfelejtett. Jó, ez az új DJ! DJ Skuló, ez te vagy! Hallod? Van rokkos is, majd következő órában azt kapjuk. Azt rokkos bedünk van. Rokkos bed, és azt rokkos nem jó meg. Ez a bed egyébként, hát ez bárki bármit mond. Pörget, tessék. Pörget, jó, nyom. Jön a verze, vagy apádé? Az enyém. Jajjád. Ja, apád. Ja, bocs. Na, minden bíjúság van egyébként. Hó, minden a legnagyobb rende. Feri, akarok tőled kérdezni valamit, mert te mégiscsak szakember vagy, hogy miért van magozott oliva bogyó? Miért van magozott oliva bogyó? Az ugye, az ilyen konformista kedvéért. Na, aki... oké, ez meg is van. Igen? De miért van magozatlan? Ezt most nagyon komolyan kérdezem tőled, hogy bemész az áruházba, és látod, hogy a polcon van 2-3-4 féle oliva bogyó, mit tudom én, zöld, meg fekete, meg ilyesmi. És akkor ott van ugyanolyan az áron magozott, meg magozatlan. A magozás az nem egy plusz művelet, amitől mondjuk drágábbá válik esetleg a dolog, de. És amúgy meg praktikusabbá, mert nem törik bele a fogad. Igen, akkor a magozatlan az miért van? Azok kedvére, akik tudják, hogy az olívabogyó úgy finom, ha benne van a magja is, és lerákhatod a környékéről. Más lesz az íze. Mert egyrészt melósabb,
Egyébként igen. Másrészt meg nem drágább. Tök logikus. Meg nem olcsóbb, hanem annyi. Aha. Hogy olcsóbb vagy drágábbnak kéne lenni a magozottnak, mert plusz meló van benne. Várjál, magozottat, fogadjunk, hogy a következő történt, magozottat akart venni, és leemelt ugyanannyi pénzért. Igen. Ki volt az első, aki ráharapott a magra? Én vagyok az. DJ Skuló! Hey! Oliva vagy ott, gérsz bele! De magozottat akartál venni? Hey, persze, természetesen. Én mindig azt veszek, mert egy picit babrább, melósabb, hogyha sokáig tart, kicsit később fekszik az ember, hogyha azt vacsorázik, ilyesmi. Egyrészt, másrészt meg nem szeretek így ráharapni. Meg felszeretem így írdalni szakszóval élve az oliva bogyót, és hát amikor van benne mag, akkor ez egy kicsit így problémásabb. Igen. És akkor így nem értem, hogy akkor most miért. De akkor ezek szerint azért, mert akkor úgy még finomabb. Az ínyencek azt mondják, hogy a magos oliva bogyó jobban elállt, tehát jobban megőrzi az ízét. Az ínyencek azok nem azok, akik el akarják adni a szarmagozatlant. És mi van, kitört a valhatós, vagy mi történt? Nem, csak picit azért megsillette. Tehát, hogy amikor hogy bevillan az embernek a számla végösszege, hogyha nem az STK-ba jársz, ugye, amikor elcsön egyet a fogad, és akkor valami van a szádban, na ez olyan a fogam, vagy a mag. És akkor így találgatsz, és akkor lever a víz, és akkor így kiemeled a szádból, és akkor hú, a színe alapján ez még a fogam lehet. Lehet bármi, és az alakja egy kicsit talán segít. Úgyhogy, az első, a bontás után rögtön azért egyet bedobsz az olivából, és ha arra számítasz, hogy nincs, igen, ugyanez a magozott megy, vagy a magozott cseresznye, vagy ez ugyanolyan kellemetlen tud lenni, amikor gyümölcslevesben benne van a mag, tudod, véletlenül. És így ínyenc gyerekeknek, akik aztán hazajönnek, és így a tejfogaik rommá vannak törve a szájukban, mert arra számítottak, hogy ki van magozva. Hát nem mindegy, ez az élet nagy kérdés, hogy azért engem is, ugye? De mi nagy bevásárlás volt tegnap, vagy mi volt? Nem, vagy csak nem. Oliva körút? Nem, véletlen, berakta a gyerek a kosárba. Ja, és akkor már nem akartad kivenni, vagy? Nagyon szemtelen, hogy csak egy zacskó. Össze-vissza pakolok mindent a polcokon, aztán mellé nyomtuk. Ennyi, tulajdonképpen. De úgy felmerült bennem a kérdés, hogy vajon mi lehetenek azok, de ezek, na mindegy, akkor ínyencek vagyunk. Akkor ínyencek vagyunk. Mondd azt, hogy 2014 az ínyencek éve. Ínyencek lettünk itt 2014. Lehel piac kis bótot, vegyél olivát, tudod, hogy ott jó. Na, ma megyek is. Ennyi. Lehel piac azon? Igen? Van egy nagy, egy ilyen. Na hátsó trakó. Jó az a Lehel piac. Csicseri, borsó, konzerv. Bocsáss. Jó dolgok vannak. Egyébként tényleg. Igen. Na tegnap én is a belvárosban jártam, nem bevásárlás szempontjából, letettem az autómat az egyik utcában szabályosan. Hol, meg a korábban akartam megállni, de a fék. Igen, de kicsit később fogott, persze. Beálltam, kifizettem a parkolójegyemet, mobiltelefonos alkalmazás, elmentem a helyre, jövök vissza, és áll mögöttem, meg a mellettem lévő autó mögött keresztben, az út közepén egy személygépjármű, azt hiszem egy ilyen terepjáró volt. Annyira szépen sütött a nap, és annyira artam mindenre, hogy mondom, nem húzom föl magam. Tudod, így rád állnak. Igen. Hogy ő ugye nem akart még 5 métert arrébb menni, mert ott egyébként volt parkoló, nyilván nem akart parkolóját venni, ráállt két autóra. De mondom, ilyen jó idő van, rá is értem, mondom, még telefonáltam egyet, leállítottam a, hogy hívják ott a parkolást, és ott állok a kocsi mellett, direkt nem is szálltam be. Jön ki a fiatal ember egyébként egy ott lévő boltból, vagy egy ilyen üzletből, és így rám se nézve, hanyag lazasággal száll be a kocsiba. És én így odaszóltam neki, mert abban a pillanatban viszont marhára fölhúztam magam, és csak annyit mondtam, hogy ne haragudj, hogy egy sziát, vagy egy köszönöm a türelmet. Érted? Mert tényleg nem haragszom, semmi gáz nincs, hogy rám álltál. Csak valamit mondjam. Csak hogy egy ilyet, hogy nézzék, kösz, ne haragudj, bocs. Azt mondja, 5 másodperc volt az egész. Hát mondom, az nehéz ügy, mert én egy 2 perces telefonhívást bonyolítottam, plusz leállítottam közben a parkolást, tehát 5 másodpercnek nem mondanám a dolgot, de még egyszer hangsúlyoznám, és neki is elmondtam, nem haragszom, csak egy két ember. Hogy ilyen, ne kapjon oda valami. Igen, persze. Hogy bocs. És semmi, még ott pampogott valami, beszállt a kocsiba, és elhajtott. És én ott álltam hülyén, hogy biztos én vagyok egy ilyen maradék figura, de hogy ez már ennyi sincs az emberekben, hogy azt mond, hogy figyelj, közbocs, tényleg egy percet voltam benne, nem tudtam arrébb állni, nem volt parkolóhely, ne haragudj. És akkor azt mondom, haverom, semmi gáz, amit eszel, iszol, és akkor menjünk tovább. Én mondani szoktam, hogy két ember között a legrövidebb út egy köszi. Igen. És pont szerintem, így pont egy hiányzik, mert akkor nem húzod fel magad, meg olyan egyszerű köszi, meg a két szótag, nem is olyan nem gáz. Hosszú, nem fárad el a szád belefér. Közben. Beleférne. Én is azt gondoltam, hogy nyilván fáradt, a beszéd az ugye hosszú. Vagy dolog, nem magyar. Vagy nem magyar, nem magyar rendszámból. De milyen fáradt lesz ő év végén? Az év elején ilyen fáradt, hogy a köszibe nem fér bele. Hát lehet, hogy ő később ünnepli a év végét.
Úgyhogy ez volt, de egyébként gyönyörű idő, meg tudod, ez amikor én nagyon lazán vagy mindennel, jó kedved van, és akkor jön egy ilyen dolog, és annyira megfordította a napomat, hogy egy darabig ültem kocsiban, mondom, biztos évvel, hülye. Nem, ez jó, azért az ember föl tudja húzni magát, ez ugyanaz, mikor nem köszönik meg, tudod. Ez ugyanolyan idegesítő tud lenni. Dudáltak jobbról, vagy... dudáltak balról, meg kereszteződésbe álltál, meg, de ott merengtél magad elé. Miért nem köszöni meg? Miért nem köszöni meg, igen, a rohadék. Az emberek, de tényleg, te meg állsz a piros kellős. Na mindjárt. Szponzor nem jelentkezett? Mire? Hát a tegnapi beszélgetésünkre, amit ugye a Best of-ban ma is hallhattak a kedves hallgatók, hát ugye a világűrből szeretnénk közvetíteni. Ja, 12 milliós űrutazás? Én agyalgattam rajta, megmondom nektek őszintén. Tehát, hogy ha belegondoltak, egy technikai személyzettel az 4 ember, az 48 millió forint. Nyilván a cégtől a felét el lehet kérni, mert ugye reklámozzuk a szolgáltatását. Ugye? És akkor ugye 24 millióból kijönne. Hát most csak összedobja nekünk valaki. Kérdés, hogy Magyarország neki mennyire célközönség? Tehát mennyire veszi ezt valójában a reklámnak? Hogyha mi mondjuk, nem tudom, ez a Virgin csinálja? Ugye? Ez a Virgin cégnek a tulajdonosa, ugye? Hát neki nem annyira célorientált Magyarország. Tehát ezzel nem tudjuk meggyőzni, valami más duma kell. Hogy figyelj, ez neked jó reklám. Kilőjük a netre az adást. A netre? Ja. miért lőnénk a netre az egy adást? Egy mesztelen a testen fogunk adást készíteni, az csak érdekes. Most a netre miért kell kilőni? Hát a netre lőjünk mást. Hát szóval, hogy... Lőjön akinek gusztusabb. De tényleg, tehát nem olyan nagyon-nagyon sok az a pénz. Hát a 48 azért az nem kevés. Én így, de igen. 48 nem kevés. Jó, a 12 az... Két fábrisó. Igen. Tavaly jó. Te idei áron is annyi. Ja, igen. Hát, szóval, hogy ment. Kettő, de az egy, az a 12 fél, az kigazdálkodható. Ugye annyiba kerül. Aha. Az nem egy nagy összeg. Tehát ilyen élményt kapjál, ahhoz képest 12 millió forint, ugye hát ezek milliárdokért árulták eddig. Igen. Tehát nem is tudom, 60 millió dollár. Most 60 millió dollárból le 12 millió forint. Hát azért az van egy kis különbség. Hát azért mindig ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mind spórolhatták meg azt a különbséget, nem? Hát nem, nincs, mert eddig a hagyományos űrutazós az rakétás volt. Ez igen. Most ugye, ahogy a Balázs tegnap mondta, ez léggömbös. Igen, ilyen hőlégbalon. Igen, hát ott csak meleg levegő kell, azt meg fújják. Ja, hát az megérte, hát meleg olyan. Levegő, nem olyan drága. Igen, hogy most van alulárazva, hogy akkor volt nagyon drága. Igen. Ugye nem mindegy, hogy most mi a low budget oka, hogy nincs védasztal? Igen, hogy két ejtőnyivel kevesebb a. Igen. Nem, az már egyébként valamilyen űrkapszulás sztori volt, nem? Az rendes űrhajó volt. Az rendes űrhajó volt. Tehát a rakétahajtómű volt, és akkor úgy vittek föl kabinnal. És ez talán magasabbra is ment. Magasabbra ment? Azt hiszem, ott még egy tízest rádobtak. Azért igen. Nem az a 30 kilométer. Az nem. Azért igen. Az finomka. Igen. Most nem megy olyan magasra, de gyorsabban jön le. Igen. Jaj, gyerekek, meg lesz ennek a melegnek a bőtje szerintem. Én már látom ezt a január végi, február elejé időjárás. Csúnya lesz. Nem. Csúnya lesz. Ez nem az idő, csak kimelegettél! Hey! Györgyélyek vagytok? Milyen meg? Györgyélyek? Györgyélyek. Ne látom én ezt a márciust, hogy nagyon hideg lesz, nagyon hideg. Ugyanaz, mint tavaly. Tél lesz, soha el nem múló. Fagy lesz, nagy, ahogy ugye a mormotás filmen mondták. Ez nem természetes. Hát, remélem nem kell átülni senkinek az autójába. Kapjuk majd a belügyminisztériumtól, hogy üljél át egy másik autóban. Hogy ültek volna szegény, csak nem tudták kinyitni az ajtót, mert az egyik oda szalakorlát volt, a másik oda meg egy kamion állt, vagy a hó volt. Tehát, meg nem látták a másik autót, meg, a hófaltot. Meg nem nagyon látták a másik autót, igen. De hogy ez nem természetes. Tehát ami most van New Yorkban, ha szépen Londonon keresztül ide megérkezik, az a sarkvidéki idő, már pedig állítólag erre jön, azért az nem lesz szórakoztató. Amerikában hát, mostanában ilyen mínusz 50 fokokat. Hát nagyon, igen, a keleti parton. Ott most nagyon cudar idő van. Mínusz 30. Kanadában mértek van mínusz 80, tehát annyit még az Antarktiszon se. De hogy álljátok, ez jön erre? Hát nem vidám. Erre nem mi történik vidám. A kazánommal tegnap? Elolvassam ezt a hírt a Wikinek. Csak is... Gyönyörű kazánom, újra. Mi küldött egy hírt, Wi-Fi-n keresztül a kazánod, vagy elolvastad. Arról beszélgettünk tegnap, gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja, Viki, itt is olyan hideg van, nem? Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg. És mondja, jéghidegek a radiátorok, de minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban.
cipő föl, elemlámpa, felcsatol lámpára, Beni megkapja a kis bukósisakot, ő is megkapja a kis elemlámpát a fejére, vonulunk le. Lementetek a négyes tárnába. Szénért. Jó szerencsét, Beni! Jó szerencsét, apa! Beni azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni, elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére, és megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom. Nem én szóltatok a Smaugnak, hogy gyújtsa be. Igen, hogy valami csinál. Mordorban. És föl akarom hívni a polgármestert, mi ismerem, jóba vagyunk. Hogy adjon egy új kazán. Nem vagy kis pályás, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiatt hív föl rögtön a polgármestert. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. Föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu? Nem, én nem szórakozok. Én nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármester, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondokháza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valami a kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Tényleg nem. Nem lehet, hogy a kivitelezők szúrtál valamit. Itt 10 percenként valami tönkre megy. 10 percenként vagy nem tudok kiállni a házból, vagy a kerítésem, hát figyelj, vagy amikor... a kazánom, vagy a fűtő, vagy a hűtő, vagy a mosogató. Tehát mi 5 percenként megy tökre minden. És egyiket megcsinálom, 6 másik romlik el. Amikor voltam nálatok, én rád nyanakodtam, de akkor ezek szerint metán szag volt, ott szeméttelep volt. Nekem az is jó, ha megmondja, mert vannak olyan helyek, amik így, ugye nem jó. Egyszerűen nem jó helyre épült energetikailag. Tehát, hogy... És biztos vagyok benne, hogy ott valami olyan volt dolog egy volt. Egy indiát temető. Arra vagy egy temető, vagy egy bolondokháza. Nálsatok el, mert visszajön, és már nem lesz ugyanaz, mint volt, mint régen. És kampókézzel jön vissza? Igen, visszajön, és már gonosz csillogásra lesz a szemébe. Na most tényleg ezt fel akarom hívni. Mondja meg, hogy nézze meg, hogy tudját. A polgármesternek ezt tudnia kell, hogy mi volt régen. Így hegyen lakunk, hogy mondja meg, hogy azon a környéken, 50 vagy 100 évvel ezelőtt állt-e valami. Miből van a hegy? Mi volt ott elő? Egy temető? Egy kórház? A varok vére. Igen, egy indián temető. Hát de most komolyan. És három hónap múlva felében, hogy a Valáska nem volt egyszerű, de a Széchenyibe lekutattuk. Igen, de ez is jó, hogy írassa rá, küldje rá jegyzőt, adja ki feladatba, tudni akarom, hogy mi volt. Szerintem ott valami nem stimmel. Már látom egyébként a jövőt, hogy a következő az lesz, hogy megint átvágják nálatok vagy a villany, vagy a gázvezetéket, csak most nem azok, akik a csatornázás művektől jönnek, hanem archeológusok, régészek. Figyelj, ha jönnek csatornázni, akkor valami hülye elvágja a nullás vezetéket, és na, kiüt nekem 60 dolgot a lakásba, ha hideg, jön a sarkideg, hideg. Tehát olyan, mint a ház élne és létezne. Mi is vagyunk, ő is van. És ketten együtt harcolunk egymással. Nem találunk egymással. Tehát szerintem hihetetlen. De a bocsékkal miért nincsen soha semmi baj? Mert neki nincs most rádióműsorról, el tudnám mondani egyébként. Hát nem tudom, hogy náluk mi van, de meg fogom kérdezni. A barbizásra panaszkodik állandóan. Igen, ha találkozunk, megkérdezem. Na hát, de semmi nem romlik el nálatok soha? Nem, mondjuk kazánunk sincs, tehát így azért könnyebb egyen. Milyen fűtötök, meleg vízzel? Ha nem, fával, tehát viccel, de úgy, hogy ami behajlik ága negyediken, azt így letöröm, és akkor szépen a szoba közepén tüzet rakom. Nem, azt mondtad, hogy múltkor parkettet fölgyújtottátok. Azt már elég jött a tavaly télen. Már linoleum nagyon füstölt, azt is mondtad. Az nagyon rossz. Nem adott beleget, csak nagyon szar volt a levegő utána. Minden este bedörgül a gyerekeket kis üstivel. Nem abban fürdünk. Úgyhogy nem kell kazánszerelő, meg van, meg tényleg nem ezért mondom, semmire nincs szükségünk, köszönjük. Csak egyszerűen olyan, mint egy olyan házba lakni. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát. Hogy legalább ne fázzál. Mondom, hogy meg ott van meleg víz. Fáztok, hogy igen. Na, mondom, akkor elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt meleg víz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ, szívem, hol vagy te. Igen. Mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. És ott állt mellett a Beni, és... Orkok. Tessék, urukájuk. Igen, nem közön, nem holmi közönséges orkok jöttek. Hangokat hall a házban. És mit mondanak? Engedj be, te személy, jöttem leolvasni a vízórát. Hol az a kurva, hogy lejj kancsol. Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Ráduszítom az ellenőröket. És mondja a Beni is, hogy anya, hallottad? És ezt én hallom a telefonon keresztül. Anya, hallottad?
mondom, Viki, visszafordulják? Mondom, be vagytok riasztva, olyan diasztó van a házon, amilyen külső, aha, ilyen infrás. Tehát nem, megközelíteni nem tudom a házat. Vissza, mert sóbálványává. És mondom, elromlik a kazán, a Viki hangokat hall. Pont arról beszélünk, hogy milyen temető, vagy bolondok háza, vagy kiragad, vagy egy régi házinéni, aki nem engedi el az új ház, az új tulajdonosnak, és ott járkál, és mindent tönkretesz. Áldozatot kell bemutatnod. Hát a halál komolyan mondom. De még, hogy kakas vágyak. Nem ember áldozat, csak az lehet. És mondta Viki, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. Tudod, így vezetek én is egy nagy ködben, megyek éppen a tárt Budaörsön, a hideg levert, mondom, Jézus Isten, visszafordulok, aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? De helyére hát került de a szekrény. Elromlik a kazán. Utána akarok nézetni a polgármesternél, hogy kilakott ott. Erre mi történik? A szellem bejelez, hogy állj le a kereséssel. Állj le a kereséssel, mert kárt teszek benned. A konkrét szöveget ezt lejegyeztétek? Ezt mondta. Ja, igen, állj le a keresésem. Igen. De hülye vagy, persze. Tényleg ez van. Ma is mondta Benni, hogy hallottad anya, azt mondta valaki, állj le a keresésem. Nem, olyan hangja volt, mint nagymamának, és azt mondta a hang, hogy jöhetek már, bontjuk az ajándékokat. Szóval, hogy ki kell hívni szakértőket? Vannak ilyen szelleműzők, biztos. Hát már gondoltam rá, hogy fölhívom őket. Jöjjenek, kinézzék. Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Visnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát, hogy... Hát figyelj, lehet, hogy elég, kihez hogy az áldozat. Mert szerintem az ember áldozat az már legyen a végső eszköz a kezedbe. Elején szépen építs fel. Tudom, hogy nem szereted a szolgálati utat betartani, hiszen rögtön a polgármester volt mindig, hogyha valami gond van. Egyenként háztartási kezdetestem. Én nem, tényleg nem kötölök. Hát most fölhívhatnék bárkit, de mit csinálják, ha ismerem. Kamerázzátok be. De mi? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenységre. Tényleg. Amire az van írva, hogy nyikt, shot, az nektek jó. Lesz. Na, olyanból legyen 4 a szobába, és akkor és reggel visszanézitek. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkálott, valaki bolyongott. Egy kazán minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést, tudom, ki tud engedni? Egy fél éve megszerettem a kazát. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablakszigetelő vagyok, ki tud engedni, mert nem támad ki. Hát, a kurva, hogy ez a lakás. Ki maga? Én vagyok a rezső, csak nem tudtam az ott a borotválkozni, mondja, mert fürdőszobát sem találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek az én más ír utána. Igen, megnéri, megmutatja bejárati ajtót. Eddig 6 komornyikkal találkoztam, de egyik sem tudom beszélni. Is parlagon hever. Igen. 6 szolgával találkoztam, de mindegyiknek ki volt vágva a nyelve. Én ki volt szúrva a szembe. Nálunk egyébként vak is néma szolgák vannak. Na mindegy, úgyhogy most megint kazánt kell szerelnem, gyerekek. De miért nem májusban romlik el? Hát, mert akkor nem működik. Hm. Igen, mert akkor nem nagyon tesztelitek. Na de nem, a kazán akkor is működik. Hát a meleg vizet kell csinálni. Ja, mert azt csináljátok a meleg vizet is. Akkor nyilvánvaló, hogy a fűtési része rossz. Ennyi. Igen? Hát persze, hát a meleg vized van. Egyébként májusban nem romlik el a kazán, csak ilyenkor, amikor fűtesz, akkor a fűtési része van probléma. Az előző tulajdonos elköltözött onnan. Szerinted mellettem de? Elváltak és elköltöztek. Tehát, hogy nem, valami nem stimmel. Nem stimmel, gyerekek. Eladó ház van Budapest. Hullunk ott a hegyen, mint a legyek. Ez nem stimmel ez. Kandallót kell építenetek. Kandallót, vagy mit tudom én, vagy valamilyen ilyen, amiben rendesen tudtok tüzelni, érted? És akkor van meleg, amikor tényleg te akarod. Rádobsz egy pár falsábot, némi, mit tudom én, másfél kiló brikettet. Nem, de ott még azért nem lesz meleg vizem meg, tehát azért az még azért nem oldja meg, vagy berakom oda egy ilyen pográcsba a meleg vizet, és egy ilyen konyhai kesztyűvel fölviszem a kárba, beleöntöm, hogy visszarakom a kazánban. Legyen minden esetben bográcsgulyásotok, az is meleget ad, mert hogy a bográcshoz kell, vagy lehet érted flekkensütést minden este, akkor is meleg van. Valami ilyesmi. Igen. Azt írja valaki, hogy Bari, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Jó, pont a város szélén lakom, úgyhogy igen. Akkor ott tényleg, ott régen kórház volt. Igen, igen. De van egy pultunk is, és ott mindig nők vannak a pult mögött, úgyhogy... Tényleg egyébként, amikor voltam látok, nagyon schwarzwaldos volt az egész. Igen, ott volt Udo Brinkmann. Az én voltam. Igen, tényleg, te voltál. Szólíts csak Sassának. Na mindegy. Sassáról egyébként kiderült most, hogy nemrégiben soft pornofilmek, ne, az nemrégiben az 30 de most komolyan. Most derült ki, ez egy 30 éves sztori. Igen, én mondtam neked. De az a baj, hogy én a soft pornot azt átugrottam, ugye, hogy te is ugye
Türelmetlen voltam. És a polgármestert hívod, én is rögtön. A Várdal kezdtem. Reporter az Orlovszkival indítottam. Nekem kiesett ez a dolog. Na nem. Azt hívják, Szeva Balina, ezt se adod már el. Hát biztos, hogy erős értékcsökkenés volt. Nem akarom eladni. Kőfejtőt és barackost mondanak. Azt se tudják, hol lakom. Ezek mindent. Ő csinálja az alját. Én is ott lakom, hol te a Tükörhegye. A rohadtul nem a Tükörhegye lakom. Az Török Bálint egyébként. Kőfejtő és barackos. Aha. Az elég széles merítés, ha most így belegondolok. Igen, azért az a kettő ritkán van. A kőfejtő közepén egy nagy barack ültetvény. Nagyon köves területen viszonylag ritkán ültetnek, telepítenek barackos. Igen. Bari állj le a szintetikussal, írja valaki. Nem, gyerekek, higgyetek el, nem tépek semmit. Szintetikus! Hey! A pupillám olyan, hogy föl lehet... Következő kör az egyik! A pupillámon felszolgálsz egy pizzát akkor. Na jó van, hogy állunk játékkal? Elég jó. Vezetjük ezt az évet. Benyitottunk? Be. Megérkeztünk? Sőt, berúgtuk a kaput. Berúgtuk a kaput, és megérkeztünk. Jó van, ha valaki érzi az erőt, akkor tessék jelentkezni. Jó, játékra nyugodtan, ajándékcsomagért megy a harc, mi pedig jövünk a hírek után. 6 perc van, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feli, hello Jani. Itt vagyunk. Itt vagyunk mi is, hello mindenkinek. Van egy-két közlekedés hírünk, gyorsan ezekből akarok egy kicsit szemezgetni. Bali hív föl Bill Murray-t. Ő majd kiporszívózik neked. Ja, mint szellemírtó, igen, még ugye a lakása vonatkozott, nem? Majd kiderül. Felé volt a polgimestert, és akkor igen? Ő majd megmondja, hogy mi volt ott régen. Ne, azt mindenképpen, tehát az a mai napra rendelt szent evangéliumok egyike, hogy fel kell írnom, hogy mondja meg, hogy mi volt ott régen. Tudnom kell, hogy mi állt a ház. A szerencsétlen azt mondja majd, hogy földgázmezők voltak, kitermeletlenek. Igen, és most idegenítettük el a telkedet. Igen, rajta vagyunk a széljegyzetem, ez a rossz hír. Néztem a széljegyzet, hallod, nézd már meg, hogy ott vagyunk, mi is meg van terhelve az ingatlan. Megint egy kicsit kevesebb a közlekedés, úgyhogy írjatok, jó, hogy mi a helyzet az utakon, a fővárosban, a rakparton, a vidéki nagyvárosokban, országutakon, autópályákon, földutakon. Mit tudok, mi mondom? Földön, vízen, levegőben. Légtér. Ki mit lát, jó? Mert jóta januárban úgy látszik, hogy kicsit mindenki túlterhelte a mobilszámláját az ünnepek alatt, és kicsúszott a keretből, mert 2 darab nem sok, annyi SMS nem jött közlekedés illetően. De majd 7 óra után. Jönni fog. Akkor már szerintem a BKK-nak a Facebook oldalát is frissíti. Nagyon várom, nagyon. Az annyira várom én is, 10 percen keresztül elmondta, hogy mi helyzet a BKK 122-es vonalán a 46-os megállónál. Tehát az akkurátusak, hát mindent leírnak. De jó, minden de csak a fontosakat van. Mond. Jó. Mit tudom én, nem jár újra a 4-es metró, vagy mint nem. Ja, igen. Tehát a tisztelettel értesítjük utasainkat, rész kimaradhat. Azt nem. Mikor adják át a 4-es metrót, mert ott akarok lenni az első napon az állomások szemre vételezésénél. Mikor behetjük birtokba? Ne, értettük a kérdést, csak nem tudjuk a választ. Azért. Érted? Autó letesz metróra fölül, egyenként végigmegy a megállón, és mindenhol ki akarok szállni és rácsodálkozni. Meg akarom nézni. Ha nem tudjuk. Egy hosszú út lesz akkor. Nem baj, meg akarom nézni az összeset, tényleg. De addig várjanak. Várjanak, ja. A peronon, amíg végignézel. Ha malád idő van, ha kedvem szocsal tovább megyünk, ha úgy tartja kedvem, megállunk nézelődni. Nem, csak tényleg nagyon-nagyon szép képeket láttam, erről már tegnap beszéltünk. Na, jól van. 1-0 vezetünk, és itt van ma is egy játékos, akivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél. Jól gondold meg a választ. Hú, gyerekek. Ez nagyon metál. Ez nagyon jó. Összetoltam magam. Ja, mi van? Nincs? Bocsánat, belém fagyod. Várjál. Na. Azt is át kell alakítanunk felé. Halló, jó reggel. Migidi. Hello, jó reggel, sziasztok. Fú, de nagyon rosszul hallom téged, Attila. Mit csinálsz, Attila? Hol vagy? Kérlek, szépen itt vagyok Pesten, és tapasztam a bústot. Aha. Nagyon jó. Jó van. Attila. Új beded van, Attila. Attila, ez nem nagyon fog menni így ebben a formában, ne ragudj. Nem hallottam. Semmit nem hallunk, az élményfaktora ennek viszonylag kevés, tehát ez... Nem lehet, hogy mi effektezzük? Őt is. Igen. Attila, megpróbálunk még egyszer visszaívni, ha nem sikerül, akkor játszunk mással, jó? Jó, ciao. Hello. Kicsit olyan volt, Attila, mint egy ilyen antarktiszi kutatóállomásról beszélt volna. Csak az üvöltő szél. Csak az üvöltő szél.
Márciusra készülje, csak mondom. De akkor jön? Akkor lesz 2014 március vége. Mi lesz akkor? A havatás 4-es metrónak. Ja, az havatás, nem akkor jön a hó. Igen? Uh-huh. Tehát 2014 március végén birtokba vesszük? Igen. Na. Ez a terv. Az avatás 2? Hát James Cameron rendezi a metró avatást. Anna tudja, hogy újra kell hívnunk a játékost? Reméljük. Már erről lemondott. Jó, mert simán elképzelhető, hogy csacsog valakivel. De azt csinálja, igen. Anna! Ne te beszélgess vele, majd mi beszélünk. Ha minden információt megbeszéltetek, akkor jöhet a hallgatunk. Gyuszi, aki már nem Attila. Gyuszi, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt, boldog új évet! Szia, viszont! Ma még mindenkinek. Mondjuk. Aztán már nem. Hello, Gyuszi, hol vagy helyileg, hol hallgatsz minket? Jelenleg autóban, kamionban. Kamion? Milyen csöndes kamion ez? Hát, igen, mert áll. Igen. Szerencsére. Figyelj, ezekkel a Volvókkal tényleg lehet úgy tolatni, ami a reklámban van? Hogy van benne valami ilyen csinálni? Még egyszer, légy szíves. Álltok ebbe az új Volvo kamionban, van ez a, ugye, az a Fandam reklám, ami ugye egy ilyen elektronikát mutat be, hogy ugye úgy tudsz tolatni, hogy van egy ilyen segítőbb, és nem is kell neked nagyon semmit csinálni, ez igaz? Vagy ez kis túlzás van az a reklámban? Erről nem tudok mit mondani nektek, mert én nem Volvóval, Renault-val dolgozom. Ja, jó, de nem hallottál még erről, vagy nem próbáltál még ilyet vezetni? Nem. Azt hittük, hogy a Renault-nál is van Honda. Nem hallottam róla. Nem hallottál róla. Jó, van, mit szállítasz? Tudod éppen? Hát, hogyha minden igaz, a szállítólevél szerint székalkatrészek. A székláb. Tegnapi székláb. Székalkatrészek? Nem tudom, hogy mit akar. Aha. Nem tudom, lehet, hogy háttámla, ülőrész, több mindent foglalhat magában. És hova kell ezt vinned? Per pillanat, fótra tartok. Fótra? Fót berendelt egy nagyobb adag széket. Az jó. Ez nincs bizárva. Az legalább balesetnél nem szalad szét. Így van. Az nem. Már nem a kerekek elgurulni. Oké, Gyuszi, kivel szeretné játszani? Hát, korán reggel legyél te, Balázs. Na! Nem, ha egy 10-kor lenne a játék, akkor legyen Jani, vagy korábban. Fél 11-kor játszatok vele. Fél 11-kor hívjon vissza Jani egy játékra, vagy hogy csináljuk ezt? Jó, szívesen hát, játszom. Hát, hogy fél 11-kor bent leszek, még lehet az is. Egy fél 11-kor még itt vagyunk. Jó, ha játszunk. Már nem van madár. Ha gondoljátok. Jó, oké, Gyuszikám, mehetünk? Mehetünk persze. Jani? Úgy látom, hogy tegnap óta megy a stopper. 3, 2, 1, fire! Jaj, Gyuszikám. Mondja, Balázs, mi a probléma? Mi a helyzet, Gyuszikám? Nagy a köd. Nagy a köd? Nagy a köd. Így hát van. Hiszen itt ma fene nagy köd van. Tessék? Ma fene nagy köd van. Ahogy mondod, pontosan. Nagy fene köd van. Mondtad. Régi szóvic. Hallottad ezt már? Hallottad ezt már, ezt a szóvicet? Hallottam, persze. Ismerted? Elég elcsépelt szóvic, nem? Ti kamionosok? Ajj, de jó vagy! Csak kiszedtem! Ez az! Gondoltam, nagyon most más stílusban játszom. Kicsit megpróbálom valahogy, de nem a szokásos kérdez felelek stílusban nyomni ezt a játékot. Gyuszi, komolyan gondoltad, hogy Balázs egy elcsépelt szóvicet bedobna egyébként. Csak úgy. Azt hiszem, hogy egy ilyen elcsépelt szóvicek nincs valami mögöttes jelentéstartalma? Egy funkciója, egy hivatás, hát ezért? Ez mégis összejött. Igen. Hallgass, Gyuszi, ezt a tapsot, hallgass. Jaj, de szépen Ez nekünk szól, neked is szépen szólna, de most nekünk szól. Igen. Gyuszikám, hát sajnálom, jó játéknak indult. Semmi gond, majd legközelebb. Hát igen. Ez marad, ez a vigasz. Köszi, jó utat, merre vagy? Per pillanat Gyánál járok. Na, Gyánál akkor megérkeztek a székek. Még nem. Fót azért kicsit a arrébb. Ja, jó, igen, fótot mondtál, jól van. Gyuszi, kösz a játékot. Tudod, a győzelem a fejébe szállt. Sziasztok. Ciao, ciao. Gyerekek, gyál fót, nem mindegy, ha 2-0, nem? Hát dehogy ne. Kicsi gyál ide fót, nem? Hát gyerekek, 2-0, hát ennyi. Ennyi. Megindultunk. És a végén milyen figyelmes, hogy rákérdeztél valamire, amiben ő is jó. Megmondta, hogy fót mennyire van. Ja, igen. Nem akartam, hogy úgy tegyél, hogy nagyon frusztrált legyen, tehát szerettem volna, hogy más kicsit tettél. Igen, én az ünnepek alatt megvilágosodtam, gyerekek. Na, egy-két közlekedés beérkezett gyorsan. Klassz ez a köd, az M0-áson végre lehet tolni, neki nem kell figyelni a 75%-ot a trafipaxok detektálására fordítanom. Vagy a figyelmem 75%-át, igen. Valaminek a 75%-át. M6-os Budapest felől Pécs felé a 110-es könnél ködös, de jó járható.
És a metró 4-es átadási ideje egészen pontosan 2009. december 31 lett volna. Kiholt óriás plakátolva régen. Picit csúszott, ezt Gábor küldte nekünk. Köszönjük. Gerendás és új kígyós között sárosak a földutak. Jó, vigyázzatok. Na, ott az nagyon veszélyes, igen. És Veszprém és Herend között nagy feneköd van. Óvatosan ezt Csacsa küldte nekünk. Köszönjük szépen. 7 óra múlt 3 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello! Drága Morning Show hallgatók, hello, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. Baromi nagy köd van az egész országban szinte. Ködlámpa használók végre orgazmus közeli állapotba kerülhetnek, le se kapcsolják egy hónapon keresztül. Lehetőleg csak ködben, jó? És ha valaki nagyon a fenekünkben van, nem baj, ha kikapcsoljuk. Tehát a ködlámpa az egy ilyen kikapcsolom, bekapcsolom, ég, nem ég, egy finom játék. Játék az ujjaknak, játék a lámpának, játék a mögöttünk haladónak. Nem egy állandó használati tárgy, mint a tompított fényszóró, hogy felkapcsolom, majd júliusban lekapcsolom, lehet vele játszani, nem? Így van, csak indokolt esetben használjátok, igen. És ha valaki nagyon a feneketekben van, akkor lazítsatok, úgy könnyebb. Tapasztalati úton szerzett élmény. Igen, szóval, hogy tényleg bárki, aki ködlámpát használ, hogy jönnek a panaszkodó SMS-ek, a városban nem kell, tehát láthatóak vagyunk városban, most már úgy megriadt a nap is kicsit, úgy pirkad lassan, úgyhogy nincs már olyan nagy köd. Városom kívül indokolt. De nem kell, hogy mindenki estére szürke hályogot vagy zöld hályogot kapjon a ködlámpától. Mit kapsz tőle? Milyen hályogot? Mindegy. Nem, de valamit kapsz, az biztos. Nekem reggel kifolyt a szemem. Az egy-egyes Suzuki-sok, akik egész egyszerűen, tehát nem is értem, hogy értelmezik a ködlámpa használatát, de szerintem ők még júliusban kapcsolták föl. És honnan van nekik szelon fényszor? Ugye? Ez a nagy kérdés. Fölkapcsolta júliusban, és most megörült. Látod? Mondtam, hogy lesz köd. Megéri, megérte megrendelni a plusz ködlámpát. Döbbenet, hogy ez vajon más országban is így van, hogy ennyire nem tudják használni? Vagy ez megint egy ilyen magyar sajátosság? Hát, hogy van ez? Értem, ez úgy dolgozik, hogy most az osztrákoknál nem figyelnek körülni. Az osztrákok már van a kényelmesedő, nekik ez egy tök természetes dolog. Mi meg örülünk a kicsinyek is. Van meg ott tudják, tudod, hogy a garancia az autóra, az a ködlámpa kapcsolóra is vonatkozik. Tehát, hogy nem fél tőle, hogyha elromlik, akkor ki kell fizetni. Igen, és valamit minél többet kapcsolgatsz, annál hamarabb kiég. Így van. Lehet, hogy ez van, nem tudom. Na mindegy, 21-es főút Salgótarján és 60 között 50 méteres a látótávolság, kicsit csúszik is, ezt Laci küldte nekünk. Budakeszi út, tudom, hogy köd van, de ha érzed a lehetetlen, hogy a leheletem a nyakadban, mert arra szólsz a kocsis sírban, akkor kapcsolod le a ködlámpád, írja valaki. M3-as Miskolcig is köd, de jól lehet haladni, esemény nem történt, Andorra szállító küldte nekünk. M7-es autópályán 100-as és a 115-ös kilométer között nincs köd, gyönyörű a napfelkelte, nem kell a ködlámpa, lehet tolni 130-al. Ezt könyves Nándi küldte nekünk, köszönjük szépen. Megyestanya, a negyedik dűlőnél balra, egy őszetem hever a földön, Püspök Ladánynál, trafi pedig nincs, üzente nekünk Atis, és Gyuszi állítólag már hamarabb is kimondta a nem szót. De végig is mindegy, nem kapta meg. Még egy lehetőséget, tehát rendesek voltunk, éveleje van. Na. Rajta vagyok az ügyön. Na, mit csinálsz? Igyekszem feltérképezni a lakóterületetek történelmét. Most kicsit ilyen, hogy egy helytörténeti vonalon mozgok. Rámentél egy régi térképre? Igen. Az egyiket a hallgatónk jelezte, hogy ugye pár hónappal ezelőtt beszéltünk, és tök igaza van, hogy van egy olyan 150 évvel ezelőtti katonai térkép, amit összhangba hoztak a mai térképhálózattal. És hogyha rákeresel a saját utcádra, akkor meg tudod nézni, hogy 150 évvel ezelőtt azon a területen mi volt. Na most nálatok semmi nem volt. Ez a legkiábrázítóbb. Nem, ennek én örülök. Sokkal jobban megrémültem, ha azt mondod, hogy egy kórház, vagy egy mint a bolondok háza. Tehát ez nem biztos, hogy baj. 150 évvel ezelőtt nem, de lehet, hogy 149 évvel ezelőtt már volt ott egy bolondok háza. Most megpróbálok a szövegekből kiindulni, azt mondja, hogy nem mondja az utcát, két... semmit. Ne, de ja, jó. Nem. Jó, nem, csak hogy nehogy belecsúszál életet. Még egyszer, valaki elfejtette volna azt a bulvár cikket. Igen, Vasmegyer utca 13-ban van. Délután 4-kor ott találkozunk. Igen, de mindenki. Azt mondja, hogy több német nyelvű felirat is van. Kleine Heide, ez az egyik. Aha. Igen, ennek kell utána néznünk, illetve Hanselberger Wald. Hanselberger. De ez itt csak így föl van írva a térképre. Wald, így van. Aha. Ugye hát ez abban az időszakban azért erősen ausztrák befolyásoltságú volt az ország. Nincs ami magyar térképen? Hát figyelj, az van még odaírva, hogy Kutyavár. De az magyarul. Az van írva, hogy Kutyavár, illetve még azt mondja, hogy
itt hát, van. Hogy... Hansel nevű ismerősöd van a Hansel Begervárdról. Vissza akarja szerezni a régi Hansel bíztokat. Ismerős az van, igen. Azt mondja, hogy ja, még itt van egy dögös dűlő. Lehet, hogy temettek oda valami. Én elmondtam, hogy folyamatosan elromlik valami a házban, meg hangokat hallunk, és most így annak próbálunk utána járni, hogy mi történik ott. Mi állt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt? Hát szakmai vonalon már igyekeztetek mindent feltérképezni. Gyakorlatilag ami hiba van, vagy hiba lehetőség van, azt eddig a kazánszerelők feltérképeztek nálatok. Gyerekek, oda mindenki hazajár. Kéményseprő havi 4-szer, kazánszerelő hetente 2-szer, mosogatógép szerelő naponta. Tehát, hogy nem lehet, hogy tényleg egy nénit kellene onnan eltessékelni? Abban, ami Julieknál is van. Tehát van egy néni, akinek volt ott egy gyümölcsöse, a gyümölcsösebe volt egy ilyen kis csűrje, itt mit tudom én, ott lakott Ödönbácsi néhányszor jól megpakolta, Ödönbácsi elhalálozott, és ott maradt, mint mindig Gabi néni. És aha. Gabi néni éldegélt 93 évig, és nem hajlandó elfogadni, hogy már halott. Tehát ő két dimenzió között rekedt, mert hogy nem tudja elereszteni az itteni dolgokat, hát azokat a kellemes élményeket, amiket átért. Ödönbácsi és Gabi néni nagyon csúnyán felforgatták a csűr életét. És ott várja még mindig a csűrben. Asztrál test formája. Hogy kicsit melegítse be a kazányát. Morzsázom be a reaktorba neki új. Vegyél egy kiló sárga barackot és csald át a szomszédba. Tényleg, az nem jó, ha veszek, mint a dinnyét, barackot, és így lerakom 5 centinként, és Gabi néni elmegy. Simán lehet, hogy ott ragadt valahol a két világ között egy bosszúszomjas vérnéni, és ez a vérnéni most egyszerűen nem tudja elviselni, hogy új lakói vannak a háznak, és 4 percenként minden tönkre. Tehát az gyerekek nem lehet, hogy egy kazán havonta tönkre menjen. Tehát ez nem lehet. Ha azért rekedt ott Gabi néni, amiért te gondolod, akkor nem paradicsomot meg barackot, hanem banánt, hogy kígyóbort. Ilyet nem lehet, hogy leülök a szoba közepére, behívom Gabi nénit, és megmondom neki, hogy kérjen egyet, azt teljesítem, bármi. Bármi. De lehet, csak legyen róla a videó, és amit töltünk a Facebook oldalon. Az, hogy tegyen boldoggá az asztrál testét. Én megteszem, nem mondom el senkinek. Ez nem megcsalás. Tehát nem. Tehát egy 30 éve halott, 93 éves Gabi nénit, Ödönbácsi özvegyét boldoggá tenni, az nem. És megmondom, hogy Gabi néni, hagyd, ez már nem a te lakásod. Ne roncs itt el semmit, menj el. Mondom, tegnap a Wikiék hangokat hallottak. Miközben pont elromlott a kazán, és arról beszéltünk, hogy nincsenek-e szellemek. Valami nem stimmel. A hangszigetelés. Igen. Az utcáról jönnek. Igen. Hát csak a szomszéd volt a pottyantos bugyi. Tossz anyád! Hát te, hát fegyere váki! Milyen? Nézd már, mi ez? Arról tényleg sok hűhó semmi. Szóval, hogy nincs ilyen, aki kijönnek és kiírtatják? De van ilyen? Mert Júli is ugye mondta, hogy náluk is van, sokba kerül. Sokba kerül és semmire nem jó. Egyébként az kéne, hogy Gabi néninek új pár kéne. Mi lenne, hogyha Júli Jósi bácsiát átcsalnád saját magatokhoz? Ugye Júliéknál is van egy ilyen kopogtató szerelem, a Júli mondja, hogy mindig hajolj, csoszok. Ott Józsi bácsi. Igen, Józsi bácsi. Csosszog, az öreg fölér az emeletre, addig a becsukódik az ajtó. De a Júlia, amit a múltkor elmondott, tehát a víz levált. Krákog, nem húzza le a vécét magog. Igen. Az a borsa. Igen, egy pufajka újat talál a budiban. De mi van, ha Gabi nénit és Józsi bácsit, tehát valakihez átcsalunk, és megmondjuk a szellem Józsi bácsinak, hogy jöjjön át, vagy Júli átküldi hozzá, mert nálam van egy nagyon csinos 93 éves. De miért oda csalod a bácsit? Miért nem a Júliékhoz, érted? Hát azért a tartsuk az illemet. Tehát most a nénit küldjük a bácsihoz, áthívjuk a bácsit hozzám, én összehozom őket. Akkor már két szellemetek lesz. De az nem baj, de utána együtt szépen elküldjük őket. Nézd már meg, hogy van-e, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csörjünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátót. Van Frábátó számot? Hívjuk meg fel a Frábátót. Alszik még? Ha két kanos szellemet összehozzátok a titelketeken, az a baj, hogy akkor már más hangok is lesznek, azokat már nagyon nehéz lesz megmagyarázni a Beninek. Mondom, pont erről beszéltünk tegnap, erre elmegyek sporton, és hív a Viki, hogy hangokat hall a lakásban. A víz levert, és pont egy ilyen ködös részen mentem ott át Budaörsön, hát azt hittem összetoljon magam. Hívjuk fel a fél nyolckor már rendel a Frábátó? Hát, meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz száfa, vagy 25 plusz száfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Ki csöng? Ki? Hát, ilyen jó. Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Ja, persze, már számítottál.
Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frabáto, te vagy? Élő adásban vagyunk. Hello. 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 Jó reggel. Hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy. De nagy duma. Úristen. Úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltál? Hát én dolgozom. Mi dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz? Szerelmi oldás és kötés. Nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőre ekkora reggel. Na, hogy tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Hát, bármikor. Tehát utána kell menni ilyen munkába. Nem így. Meséljetek, mi van? Hát, ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. Igen, annyira hétközben. Na, meséljetek, srácok, ha már így rám csörögtetek. Igen. Azért telefonálok, mert Balázs csúnyája van egy nagyon ronda rontás. Legéne szedni. Le tudnád venni a pálcámra? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, de ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. De hogy... Egy, hogy nem kapcsolod ki a tévét. Igen, vagy lejárt a mikro. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... Elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam ami is, hogy elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bonyongott, hanem lehet a te kisülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal a kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Sose ültek nagy kisülés. Nagy energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, és kicsit ezt ő nehezen tűri, hogy mit tudom én, de már nem az övé a birtok, és birtokon kívülre került. Még széljegyzetbe be tudjuk venni. Igen. De hogy elküldjem el, vagy mi csináljak? Szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. De ezek szerint már elküldte, de nem sikerült. Az a lényeg ilyenkor, hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakértő, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélekragadtót, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most nyáss ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság, de valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tár viszi az energiáját, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Figyelj, nem, én megkeresem, mert exhumáltatom, aztán valami kis fogmaradványt, vagy valamit kiszedetek belőle. Jó, tehát akkor ez egyszerűbb egy fénykép. Egy fénykép. Hmm. Nem lesz egyszerű előteremteni, mert két diszperzites vödörben áll a Duna medrében. De az előző tulajt ugye nyilván ismerem, ő elköltözött, tehát, de hogy arra gondolok, hogy valaki, mit tudom én, száz évvel ezelőtt, valaki előtte, tehát hogy nem az, hát, aki... Hát ki kell nyomozni. Tehát az első kapcsolódás pont az, aki már nem él. Esetleg olyan tulaj, aki a házba halt meg, vagy onnan vitték el, és közben halt meg. Tehát ott a betegség már megvolt, és nem tud szakadni a helytől. Tehát ez lehet. Olyan tulajt nem érdemes keresni, aki önszántából adta el a házat. Aha. Tehát aki lehet, hogy tényleg meghalt, tehát nem eladni akarta. Aki önszántából adta el, az nem érdekes. Aha. Igen. Tehát az előző tulaj akkor nem érdekes. Logikailag kizárva az nem. Igen. Én erre a kisülés dologra még azért visszatérnék, hogy azt viszont honnan tudja az ember, hogy ő magasül ki, vagy pedig, most ne röjjön, ez komoly, vagy pedig régi, például egy egykori tulajdonos szelleme van a házban. Hát ha én más kisüléseket találnék a lakásban, nem lennék boldog. Most lenne mi? Onnan tudhatod, hogy a maga 90%-ig az elektromos dolgok romlanak el, villany, mit tudom én, turmixgép, kazán, ami elektromossággal függ össze, az majdnem 95%-ig, hogy a te személyes kisülő, vagy a feleségedé, vagy a gyereké, vagy család, valaki olyan, aki a házon belül tartózkodik húzamosabb ideig. Mondom, hogy a mamát ne engedjétek be. Hát igen, és ha mondjuk egyszer csak meglátnám, vagy mint valamit ígérek a mamának, mert szent meggyőződésem, hogy egy 93 éves mam, mert még mindig azt gondolja, hogy ővé, akkor valamit nem lehet ilyenkor, hogy figyelj egyszer, nem tudom, valamit megteszek. Balázs, ha te meglátod, már bocsánat, hogy belállok, akkor neked annyi. Tehát ha manifestálódott lelket látsz, tehát amit látsz,
az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Tehát ha te látsz szellemet, és bárki lát a házban egy szellemet, az nem jó, mert az igaz életére törhet. Aha. Magával ragadt Gabi néni. Egyet magammal vizeg én is. Így van. Gabi nénnek nem lesz könnyű dolga, megizasztom a vénboszorkányt. Valamit csinálom vele azért. Van valami feszkó, magad elé rántod a babysittert, aztán neki mondja. Gabi néni először őt vigye, őt vigye. Na jó van. Oké, jó van. Nem komoly dolgok, csak nem szabad nagyon belemerülni a komolyságába, mert akkor a félelem elkezd urál lenni rajtad, és akkor sokkal jobban működnek, sokkal erősebben behatást tudnak vélni rád ezek a dolgok. Balázs nem fél, csak fagyási sérülések vannak már a testén. Igen, de egyszerűen csak rohadtul fázunk, mert nem működik a kazán megint. Ebből az évben már hatodszor. Ajánlok egy szerelőt. Van, tök jó szerelőm van egyébként. Na, csak hát ez... Jól van. Komér engem jó volt. Hát csak hogy mi, hogy mit csináljunk? Jó, jó, jó. Jó van, Frabbátó, köszönjük jó, szépen neked. Szépen, sziasztok. Mennyi, ez most mennyi volt? 20 plusz áfa? Vagy... Ez kicsit több volt, akkor elkezdve. Ez nálad mennyiben? Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz áfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-esek, 0-9. Apró betűből ott volt, hogy 480 plusz áfa a hívás, igen. Oké, Frabbátó, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Szevasz. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Köszönjük. Óriási életművész, imádom. Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele. Én 3 hete láttam valahol. Hát figyelj, te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is hagyjam belélek vissza, hogy add vissza. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. De Frabbátó jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Ja. Na jó, hát nem lettem okosabb, gyerekek, azon kívül, hogy kell egy szerelő. Hát, nem vagy még után már ez tragédia. Komolyan, hazamegyek, felajánlom Gabi néninek, hogy boldogát teszem makkal. Csak... Az asztrál testét, csak menjen nem jön be. Csak menjen el. Hagyjon minket ott szépen békében éldegelni, és szálljon le a kazáról. Ez Gabi néni valami kazánfetisista lehet. Tehát miért nem teszi tönkre, mit tudom én, a hajszárítómat? Tehát a hajszárítóm még egyszer nem romlott el. Mondjuk tudja, hogy azért ölök, nem? Tehát tudja, hogy az a nagyobb kiúzná a gyufát. Nem, még nem találta meg az összes hajszárítót, hiszen mindenségben van. Az lehet. Azt mondja valaki, hogy keresünk rá Facebookon, de megnéztük, nem beszámítható az ember. Szellem Józsira. Keresetek rá Facebookon, Szellem Józsira. Egyszerre megtudtok, mire Laci megnézte, finoman között, hogy nem beszámítható. Én is már rámentem, hogy de valószínűleg Szellem Józsit nem tudjuk fölhívni. Nem? Nagyon jó, hívjuk ez már. Kicsit piás. Ha van telefonszám, 7:30 után keltsük már föl Szellem Józsit. Ez annyi. Akkor a tragédia, belegondoltok, hogy magyarra fordítva minden olyan komolytalanná válik. Hogyha azt mondod, hogy egyébként, hogy van egy szellem, akit Josephnek hívnak, akkor az így ilyen komolynak hangzik. De onnantól kezdve, hogy elkezded józsizni, Szellem Józsefa. Igen, tehát mit tudom én, Szellem Black, vagy Orfeus Szellem, van valami földön túli, de ez egy Szellem Józsi, hát hallod, Szellem Józsi, gyere már, mert van nálunk két témon. Hans Schwarz, és akkor Fekete Jani. Az úgy nem szól annyira jól. Na jól van. Oké, hírezünk egy picit, 8 múlt pontosan 3 perccel, közben a legelszántabbak jelentkezhetnek Óven bácsira, Beru nénére, mi pedig jövünk a hírek után. Kakukra? Kakukka vége? 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Olyan hülyék vagytok, hogy a röhögésemmel felébresztettem az egész családot, írja Peti. Ez egy komoly dolog, hát ez nem szabad nevetni. Itt most éppen szellemet űzünk nagy erőkkel. Felhívtuk ugye Frabbátót. És hát elmondta, igen, hogy ha már látjuk, az már nagy baj. Akkor annyi. Nekem kampec. Addig jól még nem látom. Meg Frabbátó is elmondta, hogy nem lehet komolyan venni a témát, mert hogyha nagyon komolyan veszed, akkor annyira rácsavarodsz a végén, hogy ez lesz a vesztőd. Igen, próbálom nem komolyan menni. Hello Balázs, a mi házunk új építésű Pesti Mérén az Ametiszt utcában. Itt sem volt semmi, még a kislányom is látott embereket a házban. Mi elküldtük őket segítséggel, ne hívjatok, nem tudok beszélni. Frabbátó is említette, ha látjuk őket, akkor az nem jó. Hát így igen. Jó, mondjuk új építésű házaknál azért előfordul, hogy vissza-vissza járnak. Igen. Javítgazni. Az alvállalkozóban. Ebből is a alapján. Nekünk az elektromos habverő használat után egy órával magától elindult tegnap előtt. Ez komoly, nem kamu. Írja egy hallgató.
Ezért itt vannak paranormális jelenségek. Van egy hallgatónk is, itt van velünk. Hello, jó reggelt, Józsi! Józsi nincs még? Józsi nincs még. Józsi! Hello, Józsi, jó reggel! Szerbusz, jó reggel, Balázs! Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello! Hello! Hát, én nagyjából csak tégedet a képernyőkén látlak, de a Ferit azt ismerem, már találkoztam vele egy párszor Újpesten is, meg egyéb helyeken. Sokat jár arra. De Jani, az ki a tökön! Sokat csavarok a rendezvényeken. Hát azt tudom neked elmondani, mert mivel hallom az elég problémádat, hogy először is már nagyon régóta hallom ezeket a problémákat, ami veled történik. És erre szeretnék neked választ adni, hogy esetleg mivel tudod ezt megoldani. Na. Én ezelőtt 5 éve vásároltam egy házat, és nem hittem a dologban, hogy tényleg ezek a szellemek, ezek a lelkek élnek és mozognak. 5 éven keresztül hallgattam azokat a dolgokat, hogy este, éjfél előtt állandóan mindig mozorgás volt, és megjelent valaki. Már hogyha megjelent valaki? Hát aki ott lakott, illető, aki elhalálozott, annak az arcképe megjelent, és mozgott állandóban, hát rossz keltés volt az egész. De ezt hogy kell képzelni, ültél a nappaliban, nézted a, mit tudom én, a BL meccset, és ez csak bejött balról? Hát egy fény árnyékában, egy suhanó fény árnyékában megjelent állandóban ebbe a házba. És én nem hittem ebbe, hogy azt mondtam, hogy nem létezik az utcafény, vagy valami fények vannak, és akkor biztos, hogy ez nem így történik az egész. Na most én ezt a házat meghirdettem, és el szerettem volna adni ezelőtt 3,5 hónappal körülbelül, és fölhívtak a telefonszámon, és odajött egy ilyen 40 év körüli hölgy a férjével, és azt mondta nekem, hogy őtet érdekelni ez a ház, a telek, és meg szeretné vásárolni. Igen, igen. Be sem mentünk a lakásba, és akkor azt mondja nekem, hogy esetleg bejöhet és megnézhet, tehát körbenézhet el itt a lakásba. De csak akkor a feltétellel, hogy áruljam el neki, hogy ebben a lakásban meghalt-e valaki, vagy történt-e olyan dolog, mert ha van ilyen eset, akkor ő meg se vásárolja ezt a házat. Hát próbáltam eltagadni, mert hát el szeretném adni. Tehát nem mondtad meg, hogy itt valaki járkál? Nem, hát már nem mondtam meg neki, mert hát mondom, hát most már nekem elegem van belőle, és akkor... Na, és aztán mi történt? Jó, elmentünk a kiskapuba, belépett, és akkor jött egy pár métert, egy 8-10 métert, és akkor azt mondja nekem, hogy ő rosszat érez, azt mondja így, hogy áruljam el neki, és épp, hogy az ajtóhoz értünk, kinyitott az ajtót, és azt mondja, hogy itt meghalt egy 50-55 év közötti ember, azt mondja így, és azt mondja, innentől tovább, azt mondja, nem is érdekli a dolog, azt mondja. Mondom, miért? Mondom, hogy nem halt meg senki se. Azt mondja, nem mondja neki ilyet, azt mondja így, mert ez biztos, hogy így történt, mert azt mondja, látja az arcképét. Sokkal én el voltam ágyúva, és... Sokkal az irányára. Alkudni akart, igen. Nem akart alkudni, Balázs, mert azt mondta, hogy ő neki egy fillérre nem kell ez a ház. Aha. Nem azt mondta, hogy most elkezd belőle alkudozni egy milliót, vagy kettőt, vagy akármennyit. Ő azt mondta, hogy ezt a házat, hogyha ingyen adom neki, akkor se veszi meg. Akkor utána ő ilyen szellemlátó volt? Tessék? Ez kiderült, hogy akkor ő ilyen szellemlátó? Vagy ért hozzá? Mert hogy ezért nem mindennyiunkra jellemző, hogy rögtön szellemeket látunk, főleg nem nappal. Hát szerintem biztosan, hogy volt valami érzései, vagy biztos, hogy lát ilyeneket ő hamarabb, mint az ember. És mikor elláttunk, akkor mondom neked, mondom, figyelj, alkudni, akkor alkudjon, mert én szeretném megszabadulni tőle. Mondom, alkudjon, mondom, ezt próbálj megegyezni, mondom, és akkor odaadom olcsóba. És akkor erre mindig mondja, hogy nem, egy büdös. És azóta nem is jelentkezett. Aha, jó, de mi lett a szellemmel végül? De most a szellemmel az lett, van egy barátom, egy ismerős, és akkor elkezdem neki ezt mesélni. Na mostan neki van egy pap ismerőse, és mondja nekem, hogy figyelj, vigyük el a papot, azt mondja, hogy elviszem hozzád, azt mondja, és akkor vigyél a templomból a szentelt vizet, azt mondja, Hüsten. És akkor szenteljétem el a házat, menjen el a pap, megszentel a házat, meg minden, és nem fogod látni. És kijött a pap? És kijött a pap, és 3,5 hónapja most nem lehet látni. Aha, mennyit kér? Semmit. Semmi? Na, milyen hát rendes pap volt. Hát, nem is persejezett. Hát nem is volt, nem is járt körbe, semmi. Kijött, nagyon rendes ember. Szimpi. És megszentelte a házat? Igen, igen. Elmondott az imákat, papot keresztetett az ajtóra, és ott elmondta a dolgokat, és azóta most nem lehet látni. Tehát azóta nem is volt. Szabadulni tőle, tehát ez a megoldás. Oké, Gyuszi, köszi, hogy elmondtad. Oké. Köszi, ciao, hello, köszi. Hello. Mi van akkor? Te neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen.
Igen, ez így van. Igen. Rövid a feje. Próbálok meg így átfűzni a gondolatmenetre. Igen, igen. Ez vagyok én. Igen. Ez de vajon mit akar kihozni belőle? Igen, én. Én már tudom, vagyok. Én már érzem. Adunk rád egy barna köntöst. Egy fürdőköpenyt valamit. Nem tudok papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszak el egy ilyen, ezért ilyen Ferences Reddy szervezet? Igen, és szented meg a kazán. Lakok rád a Budó Sportból egy fehér övet. Kijössz kiszentelt vízzel? Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet, mit szoktak mondani még, nem? Üdvözd egy Máriát. Valami, nem? És megszenteled a kazán. In nomine domine, gaudamus hitor, blablabla. Na, csá. Na, hívtál taxit? Jó, hát én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg jár templomba, nem? Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát kijössz és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például, hogy az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszer, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az üdvözlégy Máriát tudod? Persze. Igen? Idáig igen. Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a terméhednek gyümölcsei. Jézus, és így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk ülésökért, most is halálunk korájánál menni. Így van, most is halálunk korájánál menni. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá, vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tudítottalak. Mától Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mától Jászmin vagy. Nem volt kirakatörök közül, de a második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként Natúrt is vállal. Na de János atya. János atya, maga ilyet nem mondtad. Ő Mától János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Megdöbben. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a budira várok. Most is a budira várok, a 86 éves Józsi már benn van. Szorulás van. A rádiónk, ami totál kontaktívás, a szellemes beszélgetése bekapcsolt. Ezt írta Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Júliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén, mondom, hogy a kettőt össze kell Juli hozni. Nem egy műszaki ember, ő kontaktívának érzik azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomból. Kolostorból, monostorból. Apátságból. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Igen. Fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébánia hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző. Szelleműzőpap. Szelleműzőpap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezzel nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a Pránamadiba egyébként van ilyen, de azért de egy... De az ide kevés. De mozog, hagyományos van. Az a baj, hogy igen, a legyen egy hagyományos van. Gabi néni nem lenne. Nem reagálna rá. Egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzön titeket. Csak nem tud kimenni. Igen, ezek majd mindenkor mormonok. Ez egy komoly telekvita akkor. Ez komoly telekvita. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatalnál a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Von de Matteo János, így hívják. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Páter. Vadon Matteo János. Jó, jól szórakozunk ezzel, jól szórakozunk, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgében. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokban, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Démien, igen. vagy Benny. A Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. Itt a helyi plébánia hivatal telefonszáma, ha gondolod.
Van helyi plébánia hivatal? Ez a kerületben? Ez a, ja, igen. Hát most nem kis pénzt csúsztatok oda a reverendája alá, nem? Hát csak gondolom, nem hogy... kell a reverendája. Szerintem, hogyha a kezébe nyomod, az is hogy lett volna persejek. Szerintem ne túl kell a reverendája alá. Hát azért mostanában, amit az ember hal, szerintem lehet, hogy örülne annak. Akkor menjél rövid nadrágba. Kis pantalóba, és húzz el egy magad egy csatogos lepkét. 8 éves vagyok. Jó, gyerekek, hát ez most könnyű ezen nevetni. Na mindegy, jó. Nyolc éves vagyok. Igen. Papot ne a Vateren keresetek, hanem a Vatikán. Nem rossz. Na jó, játszunk egy Omar bácsit. 8 éves vagy te már 10. Megint kiúzzuk egy gyufát, gyerekek, megint kiúzzuk egy gyufát. Na jó, van Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló. Sziasztok. Judit vagyok. Szia, Judit. Hello, Judit. Judit, mi újság veled? Honnan hívsz minket? Szombathelyről. Szombathely. Hallgattad az adást? Igen. Nálatok semmi földön túli jelenség? Minden rendben? Nem mozognak a, mit tudom, az ágyak? Nem nyikorog a szekrény? Nincsen. Nem, hál' Istennek, nem. Hiszel ezekben a dolgokban egyébként? Nem. De abszolút, tehát szerinted nincsenek, nem léteznek? Nem léteznek. Hát én is szeretném ezt inni. Jó, van, jó, kinyírtad ezt a beszélgetést, és kicsit meghalt. Jó van, Judit, kicsit meghalt ez a buli. Igen, gondoltam, egy kicsit beszélgetünk. Mivel foglalkozol, Judit, egyébként? Egy gyárban dolgozom. Gyár, és azon belül mi a te részleged? Részlegem, én beugró vagyok. Ha hiányoznak az emberek, akkor odaállok a helyükre. És mindent csinálok, amit kell. Hát akkor te vagy az egyedüli, aki mindenhez ért abban a gyárban, ahol... Azért nem az egyedüli, de azért igen, mindenhez értek, amihez kell. Te egy ilyen Jolly Joker vagy ott a gyárban. Így van. Mit csinál ez a gyár? Autóalkatrészek. És te tudod éppen, hogy ott az adott napon te mit teszel össze? Vagy csak jönnek ott a kis alkatrészek, és valami lesz belőle? Azért valami fogalmam van róla. Na, tegnap például mit kellett csinálni? Tegnap például Peugeot-ba dolgoztunk. Aha, de ablaktörlőt, vagy szivargyújtót, vagy mi volt? Ablaktörlő. Na, jó vagy. Hát most azért mondja valaki, hogy nincsen hatodik érzék, ugye? Ablaktörlő, hát az hány alkatrész van egy autón, érted? Hát, és ebből kettőt ismer. Az ablaktörlőt és a szivargyújtót. Meg is vagyok ezzel, igen. Jól van, Judit, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Oké. Okay. Figyelj. Jézus, hogy itt szellemek vannak. Hoppá. Ott bolyonganak, ott kísértenek az állatkertben. ott vannak, igen. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. La 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 la. Úristen. Hát ez nem könnyű, mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó. La 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 la. De jó Isten. Lehetne hosszabban? Hát? Nincs más választásunk, megmutatjuk hosszabban, így van. Figyelj, kivettük a sapkát. La 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 na. Na 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 na. Na, hát így van. Na látod, így van. Látod? La la. Hát látja, így se. Így sincs. Pont most, hogy folytatta volna egyébként az előadó. Judit, nincs meg? Nincs. Jó, mutatjuk, akkor megint kivettünk egy kis alkatrészt a csomagból, jó? Figyelj! La 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 na. Na 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 na. Hú, jó régi szám. La 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 na na. Na 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 na. Na, hát ha ebből se, akkor ez már nem is lesz meg, mert hogy konkrétan az egész dalt elénekelte. Annyit elárulunk, hogy az úriember a tantrikus szexmester. Delhúzadjon. Akár csak én. Delhúzadjon, hallod? Delhúzadjon! Jó ide, jó! Na ezért adnunk kell valamit. Egy nagy csomagot adok. A tantrikus szex mestere nem lehet más, mint Delhúzadjon.
De elhúzta John a tantrikus szex nagymestere, Judit, ezt én nem tudtam, tényleg? Neked egyszer már mutatta, mi? Kozsó. De a Deusza az teli találat. A Deusza nagyon nagy dolog. Nem is tudom képzelni, hogy ezt terjeszti magára. Igen, igen. Mutatjuk az eredetit, szerintem így megismered, figyelj. Megvan, hogy ki ő? Nem tudom. Nem tudod? Sting. Hát majdnem Delhusza John, igen. Judit, köszönjük a játékot. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Delhusza John mekkora duma volt, nem? A tantrikus szex nagymestere. A Sting egyébként tényleg az. Az, a hírek szerint. Igen, ők a nejével, Trudival elég flexibilisen értelmezik a házasság fogalmát, meg a monogámiát. Mi van, akivel számít néha? Az a tantrikus? Nem, úgy, hogy nem monogámok. Ja, azért, nincs erőtöltve, csak más szavakkal. Igen. Jó. Igen, érdekes gondolkodás. Szimpatikus. Tetszik. Na jó, van, 8 óra van pontosan, jönnek a hírek ebben a pillanatban, aztán jövünk is vissza. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, hey! Jani! Hello! Sziasztok! Feri! Istenes, mindenki a Na, jól vagytok? Nagyon. Jó, köszönjük nagyon szépen. Jól van. Te is jól vagy, megíted egy kis kopilúvakodat, mint minden reggel? Minden reggel. Igen. Minden reggel egyébként. Kérdezni akartam, hogy mi az, amit csepegtetsz a kis nektárt. Ja? A prémium árkategóriás kávétba. Kérlek szépen, az agave szirup. Az, amit gyerekmunkásokkal szedetnek le. Ez agave szirup. Ez egy nagyon jó édesítőszer. Sokkal lassabb, tehát nagyon jó a glikémiás indexe, sokkal lassabb a felszívódása, és nem termel annyi inzulin, mint mondjuk a cukornak. Méz helyettesítő. Gyönyörű. Brutál jó édesítő. Ez már csíra kúra. Tessék? Ez már csíra kúra. Ez, mondtad, hogy mert hogy igen, mert Balázs csíra kúrázni fog. Hiszen óriási csíra vagyok, igen. Nem, ez egy tök jó édesítőszer, és kevesen ismerik. Tehát ugye automatikusan cukrot raksz bele, meg mit tudom én, egy csomó hülyeséget, ami szétterheli a szervezetedet. Olyan íze van, mint a méznek, nem terheli meg, természetes, nem szintetikus, és nagyon-nagyon egészséges. És nem rossz, mint AGV, igen, AGV. Agave szirup. AGV, igen. Jó. Egyébként a spárgafélék családjába tartozik, de ez tökéletesen mindegy. Megkóstolod? Francia vagy angol? Mit akarok mondani? De hülye vagy te, hát nem lehet neked semmi. Jó, te zabálj csak a fehér cukrot, aztán majd mikor kihullik a fogad. Kóstold meg. Kóstold meg, de tényleg kóstoljátok meg. Na, most mindenkinek egy kanála. Na. Hű, de nagy lelkű. Nem lehet olcsó. Ülői 102. Mindenkinek egy kanála. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Hidd el, hogy tök jó. Nagyon finom. Kicsit olyan az állaga, mint a méz, olyan a színe is, csak még a méznél is egészségesebb. Aha. Folyik? Fogyókúrázó. Egy csomó mindenki eheti. Cukorbetegek is. Egészen nyugodtan. Nem lehet, hogy emiatt van a hang. De rohadék vagy, hogy kóstolod? Na milyen? Egyébként kellemes. Tök jó, nem? Jó. Nagyon finom. Ezek nem arról van szó, hogy ezek baromi drága dolgok, ez csak egy kicsi utána járással annyira át tudod alakítani a táplálkozásodat, hogy megbolondulsz, annyira egészséges leszel. A szmötyük benne, tesz. Igen, azok ilyen kis oxigén pöttyök benne sem. Feri, a kanalamat nem adom oda, le itt van a tenyerem. Hagyjam le, légy szíves. Jaj, gyerekek, hát nem lehet nektek semmi újat mondani. De ez jó lehet, az agávéből lehet alkohol csinálni. Igen, hogy hát ez Mexikóból származik, ez csinálja az aztékok, mert 9000 évvel ezelőtt használták. Ami is jó tekila. Aha. Igen, nem EU mezőgazdaságból származik. Nem mondom. Nem EU kompatibilis. Csak mondom, 6300 kalocsa. A híres kalocsai agávételetek. De kalocsán olyan agávé szirup, hogy megbolondult. Micsoda? Mexikóba és kalocsába gyártják a legjobb agávét. Nem, nem a paprikába utaznak, hanem agávéba. Látod, ez a jövő. Paprika, sehol. Na, van friss közlekedés hírünk még, az elég sok. M3-as bevezető csúnyán be van állva. Az okát nem tudom, ezt Maci küldte nekünk. Nagyon sok szellemes SMS jön még, már úgy értem, hogy szellemekkel foglalkozó, de lezártuk a témát, egy órát foglalkoztunk ezzel. Köszönjük szépen. Ha szójáték, azt is, ha komoly, akkor azt is, mint hogy szellemes SMS. M6-os 48-as kilométerénél ebben a pillanatban készülnek fotózni. És a 10. kerület Körösi Csoma Sándor úton hatalmas a dugó a Könyves Kálmán körút irányában. Okát nem tudom, de 15 perc alatt 4-500 métert haladtunk csak.
ezt Krisztián küldte nekünk. Köszönjük szépen. Stingre jött még nagyon-nagyon sok megfejtés. Pápán van egy trafi a belvárosban, mindenki figyeljen, és Csömrőn, a Középhegyen, a Bence utcában egy őzike sétál, puszi panda. Csömrőn? Most Gyömrőn vagy Csömrőn? Hát, összevonta a kettő között. Én mindig azt olvasom, amit küldenek. Ja, ne valakitok hát... át, nem nyúlok bele. Nem, nincs jogom átformálni. Hát, hogy jövök én ahhoz, hogy most én elgondolkozzak azon, hogy Csömrőn lakik? Ha én most egy Csömrőn lakik, akkor én Csömrőt mondok. Lehet, hogy elírta, nem tudom. Nincs az agyamban az összes település, meg kisfalu, meg tehát nem, ezeket nem tudom helyre tenni. És honnan tudod, hogy nincs Vas megyében egy Csömrő nevezett település, nem? Tessék, keresd csak rá, Csömrő. Csömrő. Hát... Keresem. És? Na? Sikerült? Nem? Szújó írt nekem SMS gyerekek. Na. Akarok róla egy mondatot mondani. Mert... Meghúzódott az Achillésze? Nem lesz semmi a teniszmeccsből? Nem, kicsit neki van keseredve, hogy nem tudja, hogy most a bátyja a madárboxol. És... neki búsult. Nem, azt írtam, hogy bújjék egyébként nektek is, már nektek, srácoknak. És hogy a Sting tantrikus szexes sztoria az egy városi legenda, aha, mert hogy elolvasta. Miért csinálta vele? És csak hogy percig bírta, vagy mi? Ezt honnan tudja a szújót? Hát hallgass meg, hát hallgass végig, hogy megkoncoljuk föl, hogy még nem tudjuk, hogy mit írt. Hogy ő olvasta az életrajzi könyvét a Stingnek. És az életrajzi könyvében a Sting elmondta, hogy egy zenésztársa poénkodott ezzel egy interjúban, hogy ő a tantrikus szex nagy kedvelője, meg hódolója, és hogy ez egyáltalán nem igaz, de hogy ez rajta maradt ez a kamusztori, és ez a Stingnek állítólag baromira tetszik, hogy mindenki őt a tantrikus szexel hozza össze. De hogy semmi köze a tantrikus szexhez. Ja. És most itt van kit az olvasottságával, az jó? Valahol elközvetítés alatt igen, nem tud. De várj, még folytatódik az SMS-e. Balázs, ezt mindenképpen mondd be, légy a rádióba. Tudják, hogy mennyi könyvet olvas. Hogy tudják, nem csak a forma egy érdekel. Nem, ezt már nem írta oda. Na, de... a gyerek miatt két pöttyös pannán is átküzdöttem magam. Kedvencem a kacor király. Szóval, hogy nincs köze Stingnek a tantrikus szexhez. Simán pedig ez egy jó image. Róla egyébként képzelni. Igen, igen. Picit értek a tantrikus szexhez is, tehát tudnék. De világos, hát ezt gondoltuk. Tudnék erről, hogy most egy 5 percet felmerült nektek. Felmerült valakiben az, hogy mesélni, nem értesz hozzá. De ez tényleg hogy van, hogy ülünk otthon anyával ketten lótuszülésbe, és nézzük egymást, és jó? Nem, a tantrikus szex egy kicsit többről szól, tehát az a légzőgyakorlatok vannak benne, különböző pozitúrákat próbálhatsz, és nem csak arról szól, hogy 5 perc alatt érd el a gyönyört, hanem akár órákon keresztül is keringetve a saját és egymás energiádat, adok-kapok játék megy folyamatosan, és mindenféle energetikai dolgokat tudsz végrehajtani. Légzőgyakorlatokkal, nyelvelhelyezéssel ide-oda, írtam egy szájpadlással, csukott száj, nyitott száj, tehát légzőgyakorlatokkal egybekötött ilyen szexuális energiákat tudsz felébreszteni. De a másik szájpadlására kell helyezem a nyelvemet, vagy jó az egyik? Igen, ez az alapfokú. Az amatőr. Túlságosan, hagyományosan gondolkozol, nem tudsz elszakadni a valóságtól. Ne vegyétek magatokra felé, de hogyha ti otthon ketten ültök a lótuszülésre egymással szemben, akkor szerintem, ha nem éritek el a telefon, nagy a baj. Ha valaki nem jön és nem bogoz ki beleteket. Akkor vége van. Az elképzel a Ferit, ahogy összehozza a lótuszülést, hát, és aztán úgy marad. És mondjuk, sikerült ez, de most hogyan tovább? Hát mondjuk azért a bosszad. Ja, igen, hogy a melyiket? Hova a rohadti? Téged azért mire beraktánk lótuszba? Na? Az kemény lenne. Majd belülítettünk egy ananászba. Na, van egy fotópályázatunk a morningshow.hu-n. Ez ugye arról szól, hogy keressük az ország legrondább, még épségben lefotózható díszekkel ellátott fenyőfáját. Ez az Így fáztok ti. Ez a következő fotópályázatunk címe. Morningshow.hu-ra lehet föltölteni. Az ország legrondább fenyőfáját keressük, vagy karácsonyfáját. Kérünk mindenkit arra, hogy ne csaljon, tehát ne internetről szedjen le valamit és töltse föl, hanem tényleg a kicsit levitézlet, lefelé konyuló, már kevésbé szexi, kevésbé szép fáját fotózza le. Ér egy kicsit belenyúlni úgy, hogy már bontás közben van a fa, lehettétek róla a szaloncukrot, nem olyanok a körték rajta, vagy mik az égők. Aha, de vagy almák, hát attól függ, mivel díszített. Hát mivel körték az almák, a kivik, a narancsok, tök, mi például kivit teszünk, hát most érted, ahányház annyi szokás. És egy nagyon-nagyon klassz kis nyereményt adnánk majd azoknak, akik megnyerik, egy brutál nagy, extra ajándékcsomagot, de egy nem akármilyen. Tehát egy nagyon felturbozottat, egy hiper-szuper morning show-s dedikált ajándékcsomagot adnánk annak az embernek, aki rendelkezik az ország legrondább fájával. Jó? Jó.
Lehet kicsit manipulálni a fotókat? Úgy értem, hogy belenyúlni? Ne legyen. Nem photoshoppal. Nem photoshoppal. Letörsz képnága. Nem, hát, hogy már leszeded róla kicsit, és még mielőtt kidobnád, bedöntöd valahova. Tehát, hogy lehet játszani a fenyőfával, persze, nem? Persze. Ezt ne zárjuk ki. De ezt igazából úgy sem tudnánk megakadályozni. De látjuk, hogyha nagyon mahe a dolog. Szerintem. Na igen, ha nagyon megrendezett, de jó? De léci, ne kérdezze meg senki majd azt SMS-ben, e-mailben, hogy miközben a hideghez az akciónak. Tehát, hogy így fáztok ti, ugye? Ez a címe, de nem, ez egy szójáték megint. Igen, nem kell erre ráfűzni. Na, bejegyeztek új utóneveket, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hová züllik ez az ország szellemileg, mert hát rögtön érezni fogjátok ti is, hogy az utónevek terén egyébként nem kell nagyon a szomszédba menni, ha az ember elborult agyakkal akar találkozni, hogy ki milyen nevet ad a gyermekének. 2013. december 1-én frissítették a listát, amibe ugye elvileg olyan nevek kerülhetnek bele, amiket a szülők kérnek. Tehát ha sokan kérnek valamit, akkor a grémium elgondolkozik, hogy az beteszi. A Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia, azt hiszem a Nyelvtudományi Intézete dönt arról, hogy kik kerülhetnek be, milyen új neveket vesznek föl a listára. Nyilván, ha nagy az igény, mint a Frodo iránt, akkor elgondolkoznak azon, hogy lehet-e Frodo, és megszavazzák, hogy a testület úgy dönt, hogy berakja. Tehát, hogy ha például Feri azt igényelni, hogy mondjuk a harmadik gyermeküknek az legyen a neve, hogy Rákóczi Lamborghini, vagy... Akkor azt lehet, ha sok Lamborghini... Rákóczi Campagnolo, akkor lehetne? Lehetne. Ha nagyon sokan kérik, illetve nem, én kiérvényezhetem, tehát ha én egyedüli vagyok a Campagnolo névvel, akkor én kérvényezem, ők eldöntik. Amennyiben igen mondanak, akkor utána már, ha sokan kérik, akkor be is fogják emelni az utónév könyvbe, és akkor benne is lesz. És benne lesz, és te meg igen, előbb-utóbb bekerül, és meg tudod nézni, hogy mi az, ami menő. Elképesztő neveket találsz rajta. Tehát, hogy így nem hiszed el, hogy valaki azt szeretné, hogy Fahénak hívják a gyermekét. Az aranyos. Hát, vagy szereti. Fahé. Aha. Tehát, hogy mit tudom, hogy Kovács Fahé. A kis Kovács Fahé. Miért? Hát most miért? Ha valaki imádja a fahét, én ismerek olyat konkrétan, aki nagy mennyiségben szereti fogyasztani. Ugye? Igen, tudom, csak nagyon tüsszöksz tőle. Gyömbér, Ozora. Ozora. Uha, ott apuék szóra. Ozora. Ott bízom bele, hogy mondjuk az ozorai vár miatt, de nem valószínűleg. Nem, valószínűleg nem az ozora. De hogy találja valaki azt ki, hogy gyömbérnek hívja a gyerekét? Mondjuk az tök jó, mert elmész érte az óvodába, hogy csak annyit mész, hogy jövök, mindjárt elmentem gyömbér. Hova mész kicsi? Hát megyek gyömbér az óviba. De tudok, ilyen alapon kenyérnek is hív, vagy hogy megyek kenyérnek. Igen. De miért most? Eperke van például. Na jó, de az eperke, hát azért az már egy az kicsit becézve, de mi, hogy mondjam, Kovácsovics Málna. Málna az aranyos, ez nekem tetszik. Málna. Ez cuki. Igen. Ne hívjatok, nem, ne tetszik. Ne, Málna. Ne akarunk Málnának hívni, de úgy... Ne ijedj meg, semmi gond. Ne hívjatok már Málna. Ne mondjátok komolyan, ne mondjátok nekem, hogy, de, gyönyörű hogy az, név. Hogy te Málnának hívod. Nekem ez tetszik. Gyerekek, gondoljatok arra, ez a gyerek egyszer megnő, ez egy 30 éves állásinterjúra elmenő, az életért harcoló, egzisztenciális küzdelmet felvevő ember lesz. Igen. 30 éves, akit Málnának hívnak. Igen, bemegy a főnökhöz, és azt mondja, hogy Málna vagyok, és ő már is látja maga előtt a tejszínhabos tálolást. Igen, Kovács Málna vagyok. Kovács Málna. Mert ugye az ember mindig arra gondol, hogy gyereknek milyen cuki az a név. Az a gyerek egyszer megnő. 30 évesen te örülnél komolyan, ha az anyád Málnának hívna? Vagy hát gyömbérnek? Gyömbérnek, igen. Rákiabán, és azt mondja, hogy Málna, gurulj ide! Miért elhízott a gyerek? Ne, gurulj, kövére Málna. Mert a Málna női név, a gyömbér például fiú név. Nem? A gyömbér az fiú név. Hát szerintem a gyömbér az fiú név. Miért a gyömbér az egy abszolút fiú név. A Málna nekem az, nem egy gyömbér... koedukált név, tehát lehet ez is az is. Nekem a gyömbérről mindig az aranyér jut eszembe, nem tudom miért, kapcsolom össze. Ez a gyömbér aranyod. Tehát Kovács Gyömbér. Aha, igen. Tehát a tornasorból lépjen ki Gyömbér, Krisztián és Béla. Málna. Fahé. Mondjuk Fahé. De Fahé az fiú név, hogy jegyzik be? Fahé az lány. Az lány név? Szerintem az lány. Tehát horvát Fahé. Igen. És hogy becézgeted? Fahéka? Fahi. Fahi? Fahi. Nem á. A 2010-es évek legnagyobb nyertesei egyébként Frodo, Jézus. Gandalf és Boromir. Na, miért? Milyen jó? Na, vajon miért? Boromir. Gandalf és Frodo, ezek bekerültek az utónévkönyvbe. És a fehér a családi neved, akkor fehér Gandalf, tessék. Hát, tessék. Szürke. Vagy szürke Gandalf. És akkor mindig így köszönsz el anyától, hogy jöttömre 5 nap múlva, számítsatok, pirkadatkor kellett felölted, de így köszönsz el, amikor elmész az iskolába? Mondjuk, akkor már nagy a baj. Jöttömre 5 nap múlva, számítsatok.
Árven, Mória, Rúna és a Tünde. Ezek szintén bekerültek. Hát, a Tünde jó. Az aranyos. Ne, de mi van veletek? Megőrültetek? Mi lenne? Ezek cuki Tünde. Aranyos. Tünde. Nekem a Mória is tetszik. Jókai Mória. Tehát, de miért nem? Hát, nézd a kis Móriát, Mória bányáiból. Nem mondjátok, hogyha valaki Frodónak hívja a gyermekét, az teljesen normális. Tehát annyira nem lehetsz fanatikus, hogy a te saját gyűrűk ura rajongásodat egyébként viselteted valakivel egy életen keresztül. A te nyomorodat viselt te, nem? De ez nem nyomor, ez egy jó dolog, tartozni valahova, valakihez. Nem? Van, aki bejegyezhető már a Mateusz, a Raúl, a Romário és a Ronaldo is. Hát, na most azzal mi baj van? Hát azért... Hát jó focista nevek. Mateusz, a kis... Hát jó, ő annyira nem, de... És ez mit jön én, hogy nekünk lenne Beninek tesó, akkor Sebestyén Mateusz például. Az a fura, hogy ugye az egy családi név. Mert hogy ugye neki a keresztneve Lothár. Igen, tehát, igen. Hogy a családi nevét jegyeztetik be Magyarországon keresztnévnek. Ezért elég fura. Ez is fura, és hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyébként tudja, hogy a Mória az a Mória bányáiból, a Gyűrűk urából jön, vagy mit tudom én, a Boromír, vagy a Gandalf, vagy ott ülnek, és azt mondják, hogy te Doki, ki az a Gandalf? Tudományos Akadémia, hát vannak ott azért olvasott róla. Emberek, talán hallottak róla, de nem biztos, hogy Gönc Árpád fordításában végigverekedték magukat a Gyűrűk ura első kötetének a 100. oldaláig, amíg nem tudsz végigolvasni, utána már nagyon jó. Szerintem kiguglizzál. Csak. Mateuszt esszel írják? Magyar az írásmód? Mateusz esszel, így van. Aha. Mateusz esszel. Tehát nem TH igen. És S, hanem Mateusz. Az már kellemetlen. És S betű a végén. Sima ügy. Na, mindjárt utána járunk, hogy hogy van ez. Mind jó. A Málna is, Fahéj. Na, akkor miért nem hívott Fahéjnak a gyereket? Mert akkor még nem lehetett. Mert egyébként is én kolbásznak akartam. egyébként is. Pacal, gyere ide. Horváth, Pármai, Rákóczi, Sonka, Ferenc. Rákóczi, Sonka, Ferenc. Az tök jól hangzik. Tök jó. Kicsi Sonkácska, gyere ide. Ízleges, Rákóczi, Pacal. Hogy hívják azt a gépet, amit szeretnél már nagyon régóta? Sonka vágó. Sonka szelete. Nem, tudod, amelyikkel, hogy hívják? A nagy piros, ami 1 millióba kerül, vagy melyik? Az, ami a pára alatt főz, vagy... Szuvid, Rákóczi Szuvid. Rákóczi Szuvid, Ferencke Sonka. Rákóczi Szuvid. Betegek vagytok, ha a Fahéjat normálisnak gondolsz. Nem, én a Málnát. A Fahéj az olyan, de a Málna az aranyos, azt tetszik. De egyszer megnő, Jani. Hát akkor nagy Málna. Mondjuk az a vezeték, hogy nagy. Na, van egy kis segítségünk, Rácz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Hello Judit, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdj csókolom, tetszettek olvasni a Gyűrűk urát? Persze! Judit, jó a kérdés, amit a Jani kérdez, hogy például Gandalf vagy Frodo érkezik, akkor nyilván ez kicsit közhelyesnek számít, de hogy ti minden esetben utána néztek, hogy vajon az illető honnan szedhette a nevet, vagy miért ragaszkodik ahhoz? Hát amikor tudunk, mert azért ma már annyira színes a szülők névadási fantáziája, hogy most a legújabb a japán mangákból keresnek nevet a gyerekeknek. És elég nehéz ez a kutató munka, amikor kitaláljuk, hogy vajon honnét. Persze azért arra is kell gondolni, hogy sokszor ugye itt az előbb szórakoztatok a Málnával, de adható a Szilva név is, nem idén. Szilva meg a cseresznye. De Judit, komolyan kérdezem, hogy miért engeditek? Hát ennek a gyereknek föl kell nőni. Tehát az, hogy valakit kis Szilvának hívnak, és az a Szilva engedjétek. Hát mondjátok ez azt, nem rajtunk múlik, hogyha én megmutatnám, hogy mi mennyi, de mennyi levelet kapunk a szülőktől, amikor valamit nem engedünk, és akkor mindent megpróbálnak, mindent latba vetnek, megfenyegetnek, elmennek az ombudsmanig. Volt olyan eset is. Ebben mi nem szólhatunk bele, tehát ha valami valahol egyszer névként szerepelt, akkor ha magyar helyesírással írják le, akkor annak zöld utat kell adni. Tehát, hogyha valamit egyszer valamikor leírtak? De nem, tehát valahol névként szerepel. Névként szerepel. Mondjuk a Szilva, mi a Szilvára gondolunk, a szép kis kék gyümölcsre, de a Szilva tulajdonképpen a Szilvia névnek más nyelvek. Igen, José Szilva ugye az agykotról megalakítója is például. Tehát, hogy ő is Szilva, csak gondolom a magas gyümölcs az más jelent, igen. Tudsz olyanokat mondani, amiket nem engedélyeztetek? Tehát amiket elutasítottatok, csak hogy tudjuk, hogy például mivel keresnek, meg milyen elme
hagyott ötletek jönnek a szülőktől, amire azt mondtátok, hogy na jó, ezt igen, mondok néhányat, amin idén ütött, már idén tavaly ütötte föl a fejét, hogy egyszerűen magyar neveket próbálnak ékezet nélkül, tehát Ildikó, rövidóval, vagy Peter, vagy Nóra, a másik nagyon sokan angolos. Uh-huh. Bocsánat, csak hogy a Nórát hogy mondod máshogy? Nóra. Hát ez külföldön, ha a gyerek kimegy majd tanulni, de azt nem tudják a szülők, hogy abban a pillanatban, ahol kimegy valaki külföldre tanulni, az ékezetek úgyis lepotyognak, tehát ott már nem használják. Mondjuk nekem könnyű, mert Finnországban például Jani az Jani. Az Jani, így van. Igen, csak alsógatját jelent. Mondok akkor néhány aranyos mesefigura nevet, Maminti, Bogyó Babóca, Bibi, Szivárvány, Baba, és nagyon gyakori, a nőknél már elfogadott meg, bevált, hogy beceneveket jegyeztetnek be, abból is szép volt tavaly, Irénke, Böske, Jolánka, viszont a fiúknál is elkezdik ezt, hogy Marci, a Zola, az a Zoltánnak a becézett alapja. Mondjuk azt, hogy Zola, hát az azt nem nézve. Én megnéztem a Nyelvtudományi Intézet miket utasított el, és találtam még egy-kettőt, Dömper, Ez nem igaz, ez hülyeség, ez egy városi legenda, és erről külön tanulmányt lehetne. Kis herceg televíziós skolasztika. Na, kis herceg volt, televízió nem volt, a skolasztika az meg egy nagyon nagy butaság, mert a skolasztika a múlt században is adható név volt, benne van a Ladó névben, tehát az a cikk, amit olvastatok, az egy nagyon-nagyon téves és rossz cikk, és hát én már jeleztem. Hogy az a középkorban egy nagyon gyakori név volt. Ebben a felsorolásban szerepel a Cikó is, ami egy ős magyar név volt. Mondjuk azért, ha a radiátor igaz, azt megnézném azt a szülőt, nem? Igen. Tehát aki elindul harcba száll azért, hogy az én nevem legyen radiátor, hogy nem, már nem, tudja nem. A gyerek nem identitását, vagy tehát, hogy mi az áru kapcsolás. Igen, apa, miért legyen az én nevem radiátor? Neked is tisztességes magyar neved a Lemez István. Na, azt például ilyenben nem szólhatunk bele, hogy a családnév és a keresztnévnek milyen a viszonya egymáshoz. Például a Földi Eper az nyugodtan lehet valaki. De aranyos, szegény gyerek. Hogy hívják? Földi Eper. Következő állásinterjú érkezik hozzánk, Földi Eper. Szerinted felveszik? Igen. Vagy Erdei Szamóca, az is lehet. Az is aranyos. De akkor miért nem Sper Marian? Vagy akkor mondjuk már el ilyeneket, én ebből nagyon sokat tudok. Hát a Winchester az abszolút nálam nagyon, mert itt van a risotto. Tehát. Vagy a barna naspolya. Igen. Én elviekben akkor, hogyha nincsen semmi kifogása az akadémiának ellene, akkor bármilyen rajzfilm karakter nevét viselhetni az én gyermekem? Hát ha az név. Tehát valahol névként szerepel, magyarul írjuk le, illetve ami nagyon fontos, még és erre jogszabály van, hogy fiúnak csak férfi nevet, lánynak csak lány nevet, nálunk nincsenek szex nevek, ugye, és azért a világ tele van. Most a Szivárvány az például azért, hát itt a sok fiúra, sok lányra ráillik. Tehát az hát például, igen. Az hova tesz a Szivárvány, igen, micsoda? Egyébként a Szivárvány azt hiszem lánynak kérték. Aha, mondjuk fiúnak jó nagy kiszúrás. Ja, igen. Gyere, Szívi, kivigyünk valamit, nem ennyi anyádba. Igen. Hát igen, mondjuk én vajban lennék, mert nekem az egyik kedvenc rajzfilm karakterem az a South Parkból Kula bácsi. Hát igen. Igen, és elhangzott név, bejegyezem. Nézd, és akkor mondanád a saját gyerekedre, nézd a kis Kula, hogy pisok. Nézd, megfordult. Nézd a kis kulabárba. Már kúszik. Bocsánat. Milyen nevek vannak a mangában? Mert azt is említetted, hogy manga nevek azok nagyon mennek, Judit, hogy tudsz abból egyet-kettőt fejből, hogy most milyen... Hát most így fejből nem tudok, mert néha egész meglepődöm én is, mikor találkozom velük. A másik a sorozatokból még mindig mennek nevek. Egy baj van, hogy én nem nézem a sorozatokat. De mi török... megy a Bobby, meg a Jockey, meg ezek mennek? Vagy nem, ez kis nem, izaura, azok vagy már mi? Nem. Török nevek mennek. A Rüya, Ja, hát most megy persze Szulejmán. Igen. Tehát ezek is hatnak. Nagyon-nagyon gazdag. Tehát régen azért úgy meg lehetett mondani, hogy most vagy tiszteleti név, ugye a szülők után kapja a nevet, vagy valamilyen család. És amikor fölvesznek egy olyan nevet, ami még nem volt, akkor ahhoz a névnapot ők jelölik ki? Vagy ez hogy van? Nem, ez hatalmas gond.
mert ugye megkérik a nevet, meg is adjuk. A névnap az egy katolikus hagyomány, ugye azoknak a neveknek van igazán névnapjuk, amelyeknek van védőszentjük. Na most hát azért se a Teresznyének, se a Csinyerének se nincsen védőszentje. Ilyenkor van úgy, hogy a szülők javasolnak névnapot. Nekünk most van a honlapunkon egy új keresőrendszer, és ebbe beírjuk a névnapokat is. Akkor beírjuk ezt, mint javasolt névnap. Illetve most megalakult egy naptári bizottság, és a naptári bizottság azt javasolja, ja, hogy azt legyen... Azt értettem, hogy magtári. Nem, naptári, nem. És akkor ők javasolják, hogy mikor legyen névnap? Igen, illetve van négy, tehát próbálunk négy napot majd kijelölni, és ez a négy nap ilyen általános névnap lesz. Mondjuk az epret májusra tenném, nem? Így tehát, van, hogy egy epret szeptemberre tenni kifejezetten kiszúrás. Én javasolnám, hogy aztán tanácsnálok vagytok, akkor csörögjetek rá Bálint gazdára, és akkor megmondja. Ja, Istenem, hát ez annyira szörnyű, amikor a szülők saját maguk szórakoztatására, vagy meg nem élt vágyaiknak, vagy rajongásuk tárgyaként használják a majd megszületendő gyereküket, nem? És így nevezik el. Hát ez szörnyű. Tragikus, és nagyon érdekes, hogy Amerikában például vizsgálták azt, hogy az alsóbb osztályba tartozó szülők, akik azok adnak márka nevet a gyereknek, mert ugye nekik elérhetetlenek azoknak a márkáknak a használata, és akkor mit tudom én, Chivas Regal, meg Nivea, meg Evian a gyereknek. Atya Isten, nézd a kis Johnny Walker, hogy elindult. Nézd a kis Johnny Walker, milyen ügyesen jár már. Fekete vagy piros címkés. Te jó Isten. Te jól hangzik. Nézd a kis vadon kecsúá. Nézd a kis Lexus, hogy elindult. Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük. Azért nektek se könnyű ott az akadémiánál. Nem könnyű. Judit, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szívesen. Jó munkát neked, köszönjük. Köszönöm, szépen. Köszönjük, dr. Rácz Judittal beszélgettünk. Igen, mert tényleg nehezen tudnak lehet később a gyerekek azonosulni ezzel. Mert hogy nem a te álmaid, nem a te vágyaid, hanem a szüleidé. Hát meg tudod, hogy hülye neved van. Meg nem éltek. Meg hülye neved van. Hogy hangozna most tényleg második gyereketeknek az lenne, hogy Sebestyén Anália. Miért pont ez? De tényleg. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit tovább mentünk. Igen. Sebestyén morzsász be a reaktorba, Gábor vesz. 8:30 múlt pontosan, 7 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:49 múlt 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye hát itt a nevekkel foglalkoztunk, és arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia legutóbb, ugye 2013. december 1-én frissítette a listát. És beszéltünk Judittal, a Nyelvtudományi Intézet munkatársával, aki elmondta, hogy hát hihetetlen, hogy milyen neveket próbálnak bejegyezni, hogy jegyeznek is be. És írja valaki például azt az SMS-t, mondjam, megkeresem, hogy a fiamat Frodónak hívják. És na, normális vagyok. Ez se smiley-el, tehát valószínűleg ez komoly. Beszéltél vele? Nem, igen. Mit mondod? Valóban 2006-ban adta a fiának ezt a nevet. Német a vezeték. Név Német Sándor Frodó. Aha. Igen. Uh-huh. És benne volt már az utónévkönyvben, és nekik ez nagyon megtetszett. De van csak Frodó, aki nem adott mellé más nevet. Még ha nem Zsákos a vezeték neved, nem akkor a kiszúrás. Akkor nem nagy gond. De hát akkor ha Zsákos vagy, akkor az úgy kicsit kellemetlen. És ha családi neve Hobbit. Igen, Hobbit Frodo. Hobbit Frodo. Hát azt mondja, szegény gyereket szerintem azért sokat fogják szívani. Azt mondja, biztos, hogy azért adta a második névnek a Frodót, hogy ha akarja, használja, ha akarja. Aha. Aha. És akkor ha akarja, mondjuk Sándor, az használja, ha akarja a Frodo. Az egy kegyes dolog. Tehát azért majd az ívet az élettől függetlenül. Nekem is a harmadik nevem kicsit konzervatív, de hát ugye ritkán használom. Nektek csak Oti, jó? Mástól megkövetelem az Ottót, de nektek. Otto, azért nem piskóta, nem? Hát. Mondhatni már maradik. Egy picit. Most mondjuk nekem az egyik kedvenc, milyen rajzművősöm volt Otto király. Nem tudom, emlékeztek el. Hogy megvan-e. Hát, ahogy Otto király örült, úgy nem örült senki, hiszen amikor örült, akkor egyszerre így a négy végtagja, így négy célrobodott, zseniális volt. Szerintetek vannak olyan nevek, amik viszont kihalnak? Tehát jönnek az újak, de hogy szerintem például ilyen az Otto. Tehát, hogy ezt ma már szerintem élő ember nem adja nagyon a gyerekének. Károly is szerintem kevés van. A Károly, az Otto, a Kázsmér, nem? A Kálmán. Zuárd. Tehát ezek, Zuárd. Zuárd. Ezek ja, szerintem Zuárd, Zuárd. Igen, ez hát menő volt régen. Igen. Ez milyen elegáns, hát egy sétapálcával egy úriember.
Zuára. Tehát Kálmán szerintem az elmúlt 10 évben egy ember nem adott a gyerekének. Biztos, hogy van. Jó, egy, de hogy ötnél több Kálmán a 2013-as évben szerintem nem Kálmi. Volt, az egész biztos. Nem? Ezen becézhető. Szerintem nem is csak ezért, hát ódivatú, konzervatív, lejárt, elmúlt. Most nem akarom a Kálmánokat bántani, senki nem sért ugye meg, akit Kálmánnak hívnak. Mindjárt várom jönnek a Jánosok nem, és a Ferencek. Ilyen, például ilyen a Balázs is szerintem, hogy volt egy nagy felívelése. Hát klasszik, ezek mindig lesznek. Ó, hát nem hagyom azért kihalni, esze. Tehát nyilván azért. Meg lehet változtatni, hát érted, a Kálmánból is lehet például Filip. Értitek. Na hát most egy olyan emberrel szórakozol, aki éppen most kapott új műsort, csak mondom, úgyhogy azért nem. És alelnök. És alelnök, ráadásul új műsor lesz, és kinyit olyan aktákat, amik eddig zárva voltak. Igen, az M1X aktáját most Mulder Kálmán Filip csinálja majd, hát úgyhogy vele most én nem szórakoznék, mert ott 89-es aktákat nyitogat, úgyhogy hát, na mindegy, hát ez ott van, azért majd belenézek egy-két dologba, azt nehogy a sztár kiderüljön ez az. De biztos nem fog sokba kerülni, hiszen nem kerülhet sokba. Tavaly nagyon sok elment a tüzelőre. Most azzal megint mi a baj? Egy nagyon szép műsor volt, az a baj, hogy nem voltál rá nyitott és fogékony. Az a baj, hogy nem ültett körbe a tüzet. Igen. Így van, hogy nem énekelhettük együtt. Igen. Miközben te dobozgitáron kísértek. Micsoda, olyan, engem megkívta, olyan óhájót rakok oda neked, hogy besírtál volna. 16 tonnát, romszés, mennyi a béd. Na, de mi az, ami még kihalt? Csajoknál például mi? Hát gondolom a klasszikusokat. Hát, klasszikus, hiszen például az Olga, az egészen biztos, hogy Olga a eltűnnek az Olgák. Nem? Hát. Tehát Olga szerintem 30 év múlva nem lesz nő. Nekem bejönnek. Megmondom, ezek a szláv nevek, ezek megmondom őszintén nektek. Jó, de bejönnek. Te látsz egy ilyen nagyon szigorú, szemüveges, miniszoknyás, ilyen orosz milfet. Ilyen, figyelj, ilyen feszesen roppanósra fonott. Igen. Copfokkal. Copfok, egy jó orosz milfet látsz magad előtt, akit Olgának hívnak. De nem így van, egyszerűen ez egy természetes velejárója, hogy kihalnak nevek. Vajon tudni fogjuk, hogy mikor hal meg az utolsó Olga? Hát nem, de küldhetne SMS-t. Igen, már. Ezt most komolyan mondom. Kedves Balázs, már az utolsókat rúgom. Nem arra gondolok, hanem a statisztikai hivatal azt mondaná, hogy uraim, hölgyeim, nagy bejelenteni valónk van. 2013. december 4-én elhalálozott az utolsó Olga az országban, és nem jegyeztek be újat, tehát jelenállás szerint az Ottók és az Olgák Magyarországon kihaltak. És elmondaná a statisztikai hivatal, hogy kihalt egy szép hagyományokkal rendelkező germán, vagy szláv, vagy latin eredetű név az országban, nincs több. Tehát amikor az utolsó Kálmán kileheli a lelkét, akkor tudnánk, hogy nincs több Kálmán Magyarországon. Ezt milyen jó lenne tudni, nem? Lenne. Hogy tudod, hogy egy név ebben a pillanatban a múlt élet. Ezt kellett volna megkérdezni. Hogy tudják ezt? Ez valószínűleg nem nyilván. Hogy mi az a név, amit 2010, mi volt tavaly? 3-ban? Aki 2013-ban egyáltalán nem adtak mondjuk a korábbi évekhez képest, de tényleg egyáltalán nem, egy szokványosnak mondható köznapi név, amit 2013-ban egyetlen gyerek sem kapott meg. Mert igen. Például, mert ódivatú. És vannak a nagy slágerek, amik viszont soha nem mennek ki. A Ferenc, igen. Nem? Például, tényleg. Hát, szerintem azok sem mennek. Igen. Szerintem de nem mennek. Ezek János, szerintem nagy János mindig lesz. Azok mennek. János, Ferenc, Krisztián, Gábor, Dénes, Béla, Józsi, ezekkel fogunk kimúlni szerintem. Nem? József biztos, hogy lesz mindig. Ennek az országnak szüksége van a Józsikra. Te egy jó Józsi, az sosem egy kérdivatban. Na jól van, érdekesek ezek. Oké, hármasugrás, játszunk már is valakiben. Hármasugrás, a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, boldog új évet! Köszi viszont. Hello, neked is. Nem látom a nevedet. Frodo? Kálmán? Ja, de most már látom. Csaba, hello Csaba! A Csaba? Na, a Csaba az egy nagyon szép régi magyar név. Sosem megy. Török eredetű. Török eredetű, így van. Nézd meg! Egy kész lexikonban. Hogy jössz ki és mész át a másik oldalra azonnal? Hát, aki nem hallott, ugye Csaba királyfiról, egy emblematikus személyiség, így van, egy emblematikus személyiségéről. Minden este olvasom. Mond a világnak. Így van. Szégyelj magát, Otto! Oti, neked csak Oti. Neked csak Oti. Csaba, mit csinálsz? Hol hallgatsz minket helyileg? Hol vagy? Én Budapest 17. kerület. Igen? Hát most jelenleg dolgoznék, de bejöttem az irodába. Na, mit dolgozom? Mit csinálsz? Hát, ilyen kis fényforgalcsoló műhelyben. Ó, CNC? Igen. Ó,
Jó kis CNC-vel. Na, mondjam egy másikat is, légy. Most ilyenkor megint ez a félig tele van, félig. Most miért nem annak örülsz, hogy rámondtam, hogy CNC? Tehát most, hát érted, hát most... Ugye CNC, ilyen gondolom, ilyen marógép, nem? Van egyáltalán, de van még más. Ilyen. Hát van a klasszikus hagyomány, és a CNC az ugye a vezérlés, a számítógépes vezérlés. És van a sima, ahogy kézzel tekergeted be. Hát az már egyre kevesebb. Igen. Oké, Csaba. Jani, milyenek a kérdések? Hát szerintem ez még egy, a harmadik itt is egy kicsit nehezebb, de az első kettő azt gondolom vihető. Na, megnézzük. Mehetünk, Csabi? Persze, mehetünk. Figyelj, és most neked senki segítség nem jött oda magadra? Nincsen, sajnos nincsen. Egyedül vagy? Egyedül, igen. Szegény. Na figyelj, így szól az első kérdés, dedikált egéralátétért. Hogy nevezik Magyarország legrégebbi tókerülő vitorlás versenyét? Kékszallag. Így van. Így van. Ami egyben Európa legrégebbi tókerülő versenye is. Tényleg? Uh-huh. Ezt is tudtam. És a leghosszabb távú. Jó van, állj már. Oké. Gyönyörű. Mehetünk tovább? Persze. Így szól. Igen? Ha már itt vagyok, akkor... Hát, ne hagyd ki. Hogy nem. Így szól a második kérdés dedikált szatyorért. Ez nagyon szép, önmagába visszahajtható, ilyen klassz FM-es szatyor. Nagyon-nagyon szeretik a házi asszonyok. Hány lengő bordája van egy embernek? Lengő borda. Mit csinálsz? Ütsz valami számítógépet? Nem, kitapogatja. Igen, kitapogatja. Nem ment ezt. Mit ütöttél be, csak hogy tudjuk, mire, hogy kerestél rá? Csaba? Hát lengőborda. Beírtad a Google-ba, hogy lengőborda? Igen. És mit találtál? Olvasd fel, mit találtál? Hát a Wikipédia jött az a baj, hogy... Na, mondjad, mit de ír? De mit ír? Hát több pár borda van. Több pár? Ez igaz. Több pár több borda pár van, de lengőborda. Igen, tudod, igen. Hát, ott nem adta be. Igen. Jó, hát ez egy rövid játék volt. Kettő amúgy. Hát nagyon rövid. Ja, kettő a jó válasz. Már nem egy játék volt, csak ez két lengőborda van. És egyébként a lengőbordák azok, amiket állítólag a hölgyek kiszoktak szedetni, fejtetni. Azért, hogy karcsúbbnak látszon a derekuk. Például Gina Lollobrigida állítólag kivetette. Á, nem, ő jó volt lengőbordával is. Igen, de tényleg kivetetik a modellcsajok. Kettő pár van? Egy pár. Ugye, egy pár. Hány lengőbordája van, így szólt a kérdés, tehát kettő darab, vagyis egy pár, egy tized, két tucat, nem tudok tovább mondani. Köszönjük, Csabi, hello! Köszönjük, én. Ciao, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát ez nem volt egy hosszú játék. De nem, ne ostorozd magad, mert nem volt nehéz a kérdés. Tehát nem, ez azért utolva ja, volt. Ja, akkor jó. Láttam, hogy akkor nem bántom maga, akkor nem bántom magam. Megnéztem ezt a 47 Ronin, gyerekek. Na és milyen volt? Hát, egy fantasy, nem? Történelmez semmi köze. Nem, képzeld el, hogy... Szabályos, ez a szabályos. Nem, ez egy igaz történet alapján készült, a 47 Ronin. Azt minden évben a japánok szeptember, mint tudom, 16-án imádkoznak a 47 Roninhoz, mert állítólag ez egy igaz történet. 47 darab Ronin van? 47 darab Ronin. 47, ha? Igen. És 47. ki egy Ronin? A Ronin az ki? Ronin az, aki elvesztette az ő urát. Egy gazdátlan szamurái. Vagy pedig érde. Valami megszegett valamit, és nem volt hűséges, az ura ellenfordult, kitagadták, és ő már nem szamurája, már Ronin. Aha. Ők egy nagyon speciális helyzetben lévő elemei voltak, ugye a japán történelmek, mert hogyha a Hagakure szerint, ez a szamurájuk becsületkódexe, hogyha valamelyik szamurájnak meghal az ura, vagy megölik, akkor elviekben nekük szeppukut kellene elkövetniük, követniük kellene az urukat a halálba, hiszen ők ráesküdtek fel, ők nem szolgálnak mást. Szóval 47 Ronin egy összeesküvésből kifolyólag elvesztette az urát, igen. És elhatározták, hogy megbosszulják, és évekig készültek erre. És mondják a filmben, hogy megbosszulak, Sanyika! Megbosszulak, Tesszú! Megbicskázlak! Megbicskázlak, Sanyika! Na mire, többet vártam, nem annyira jó, nem akarom ellőni, de azt hittem, hogy erősebb lesz. Ők testesítik meg egyébként a szamuráj eszményképe, ha? Egyébként az ő temetkezési helyüket, az ő sírjaikat meg is lehet látogatni. És ott nem csak 47 Ronin van eltemetve, hanem még egy ember, aki az irántuk érzett tiszteletből követett el szeppukut. Tehát várj, az nyolc, az kicsit túlzásba vitt a rajongást. Hát igen. Tehát megbusszulták Igen. Tehát a 47 Ronin megbusszulta az urát, aztán megszeppukuszta magát? Így van.
Hát csodálatos egy élet lehet az is. És volt egy 40, ő a Keanu Reeves, fogadjunk el. Ő a Keanu Reeves, igen, ő egy ilyen félszerzet. Na ő igen. Olyan is egyébként, aki utánuk megy a hülyeségbe. Ez a Keanu, ez olyan, mindegy hülyeség. Minden hülyeség, egy részét itt forgatták egyébként hát Magyarországon. Oda akartunk bejutni. Oda akartunk bejutni, nem sikerült, igen. Nem, tényleg itt csinálták. Tudom. Látni néha ilyen feliratokat. Egyekvú? Azt nem tudom, hogy most egyekvúdom, hogy hol forgatták, de így csinálták. Nem egyek el, hanem a szemétégetőnél. Hello, Júli! Mennyire magyar a sztori, de? A teljes statisztéria magyar volt, és Magyarországon forgatták, és azért ilyen nem teljesen egységes, mert hogy a rendezőt lecserélték félúton, ugyanis fullkukai volt, hát szét volt szívva az egész forgatáson, és a felénél egyszerűen kész, azt mondták, hogy nem lehet tovább dolgozni vele. Egész nap elszült az arca, állandóan kólázott. És de honnan tudod, hát voltál az ívek? Vannak, akik azért így népbe értek. Volt egy ismerősöm, aki szállított nekik, és mondták, hogy nem. Mármit? Két gramot naponta. Fuvarozott, és azt mondták, hogy az rendezővel nem lehetett együtt dolgozni, és a felénél azt mondták, állítólag hollywoodi produkcióknál, illetve ilyen nagyszabású produkcióknál ez viszonylag ritka, hogy lecserélték. Hát picit nehezen bírta a nyomás. Hát most ez, érted, 300 millió dollárból készül egy ilyen film. Hát de ha megnézed a stáblistát, a végén tele van magyar nevekkel. Rengeteg magyar név van. Már azért jó egyébként, hogyha kápszeres a rendező, mert annak minden beállítás, minden jelenet tetszik. Tehát ő nem vetett semmit újra. Jó! Szuper, hogy csinálsz! Ilyen a galbáklája! Meg ne harapja valakit, ez nem jó. Másnak abban vágó hosszabában ilyen izét, tíuszben visszanézik, és úristen, és nem vettük újra. Mit csináltunk? Mit csináltunk? Írja valaki a Ronin magyar megfelelője, Kozsó. Na hát ő az. Ugye nagyon sok jó film jön most, gyerekek. Most jön a George Clooney-nak egy ilyen második világháborús, ilyen Ocean's 12 jellegű kis filmecskéje. Ott van most ugye a 12 rabszolga, Brad Pitt játszik. Kicsoda? Brad film. Az a Brad film. Játszik benne egy amerikai Pitt. Nem, most itt van ugye a Martin Scorsese-nek a Wall Street farkas, ami szintén egy igaz történet alapján. Most jó filmek vannak. Van egy-két jó francia film is. Na mindegy. Jó van, Kassa Tibi megérkezett már? Vagy még kint van? Mit tudunk? Még mindig? A rohadék. Vagy úton. Még mindig kint. De miért? Mivel jön vonattal? És kiütött azért egy 3 hetet így a januárból, meg a decemberből. Tudjuk hívni? Tudjuk hívni. 9 óra után Kassa Tibit hívjuk, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 9 óra múlva 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri, hello. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és friss közlekedési híreink vannak Mohácson, köd előttem, köd utánam, semmit nem látok, de ma nem is nagyon akarok. Ezt Timi küldte nekünk. Szia Bali, Kálmán Olga puszil. Gábor. Na, ugye? Mind az Olga miatt? Hát meg a Kálmán meg miatt. Meg a Kálmán miatt is. De most mindent megkóstoltál. Jézus Isten, ez eszembe se jutott. Elmondtam, hogy két név fog kihagyni. Igen, a Kálmán és az Olga. És nőknél az Olga. De hát a Kálmán Olga együtt viszont nem. Csak mondom, hogy helyrehozzam megtépázott presztízsemet, hogy karácsonyra megkaptam Kálmán Olga egyébként nagyszerű könyvét, és olvasom. Na. Egyenes beszéd a címen. Hát egy könyvnél mondjuk ez szerintem egy logikus következmény. Jó, hát ha köhög a gyerek, az ágyat is alátámaszthatnám vele, hogy lejtőn feküdjön, érted? De dedikálta úgy? Nem. Fizettél egy könyvét. Nem, ő ajándékba kapta. Ott volt, hogy szeretettel Ferencnek. Kedves Feri, sok szeretettel küldöm neked a könyvemet. Te vagy az egyetlen, akinek dedikálom az új könyvemet, mert annyira tisztelem a munkásságodat. Igen, a másik kettőt, igen, meg sem említem őket. Nem, megkaptam, azt hiszem, talán az anyósomtól éppen. Kértem. Nem önállóskodott. Mi? Értem, nem hagytuk, hogy önállóskodjon a mama. Ki. Csak hogy nem költekezik. Úgyhogy igen. De eszembe se jutott, hogy tényleg elmondtam külön a Kálmánt, és külön az Olgát, hogy két név, ami szerintem 10 év múlva már nem lesz. Már hogy lesz, csak már nem adnak újat. Hmm. Na mindegy. Most visszajöttem ebből kicsit? Nagyon. Nem kicsit. Nagyon? Igen. Félegyháza és Majsa között szóljatok már a piros Citroen C1 vezetőjének, hogy ködbe se árt, ha kapcsol világítást. 60-as tempónál pedig nem kell behúzódni középre. Szép napot, ezt Szilvi üzente nekünk. M1 87-es trafi Győr felé, Gulya küldte ezt, és Budai alsórakpalt picit lassabban halad, mint ahogy szokott. Üzente nekünk Balázs, köszönjük szépen. Na, vissza kell a kérdés, igen. Így van, mert ugye Balázs véletlenül rosszul tette fel a kérdést. De szemét. De jó volt, Jani, új, de szép. Hány lengőborrája van egy embernek, így hangzott a kérdés, és mi azt a jó választottuk, hogy 2, de valójában 2 pár, tehát 4 darab lengőborrája van az embernek. Ennek ellenére nem tudunk ajándékcsomagot adni sajnos a játékosnak, mert hogy ő nem mondott semmit, tehát se az, hogy 2, se az, hogy 3, se az, hogy 5, se az, hogy
660. Semmit nem mondott, hogy bemondta volna a jót, de mi nem fogadjuk el, nyilván adnánk. De lejárt az idő, és időn belül viszont semmit nem mondott, úgyhogy megadni nem tudjuk, csak korrigálni. És de tényleg azért mondtuk el csak most a jó megfejtést, illetve a jó választ, a jó kérdést, hogyha legközelebb fejlesztéve, akkor tudjátok. Igen, mert holnap is megkapjátok, igen. M7-es Kanizsa felé 145-ös kilométernél a felüljárón fotógép ez ebben a pillanatban jött, ezt Gaba küldte nekünk. De ilyenkor kimegy gyorsan? Tehát amikor tényleg 50 méterre látsz el, akkor kimegy gyorsan? Senki? Hát biztos akkor is. A ködöt mit tönteti el? Még ez? Csak kérdezem, mi, hogy... Mi tönteti? Tehát, hogy szolgálják azzal a közt, hogy tüntessék el a ködöt. Ja. A napsütés eltünteti. Na, följük a kaszát? Hívjuk rá. Most már így jöjjön haza, nem? Hát kicsit meg, szemtelen, amit meg csinál. Meg azt mondtad, amúgykor ő fizeti, úgyhogy csörögjünk rá. Ja, persze. Próbált ott valami internetes telefonnal bizniszen, de mondtam, hogy felejtsd el, csak a mobilodon. Tehát egyrészt csúszik a hang, kettő, csak a mobilodon vagyunk hajlandóak fölhívni. Neki volt szilveszteri adása. Szilveszterkor volt kaszasó, tényleg? Állítólag, igen. Igen? Milyen mostanában, Tibi, jó? Nem nézem. Nem tudunk vele menni. Vele tudunk csak. Nem nézitek ti se? Nem. Most belenézek valamikor, kíváncsiak, hogy milyen. Tegnap este volt. Pont igen, megy most újra? A 6-ától elindult hétfőn? Nem láttam. Hát... Balázs Klári volt az egyik szilveszteri vendég, azt olvastam az újságban. Az a nagyon nem lő mellé, tehát az ilyen klasszik. Igen. Vagy akkor előre kell, amikor előre veszel fel egy műsort, azért biztosra kell menni. Hát, hogy ne legyenek nagyon aktuális dolgok benne. Hogy hát a szilveszteri műsorban ne legyenek aktuális dolgok, nem volt mert ugye előre rögzített. Hát jó, tehát a szilveszteri műsorok szinte 100%-a előre felvett. Meg a TV2 ebben mindig élen járt. Na, hát most de aztán ez most megint kellett. Most de nem, csak a sasmaraton miatt mondom. Micsoda, Ádám és Eva? Szereti. Hát azzal meg nem, érted, nem lehet vele mellé nyúlni. Mi bajod van? Sas azért is. Hát. Fogorvosnál volt a sas egyébként, a Vikinek a húga együtt ült vele egy fogorvosi váróban december 26-án. És kidobta az asztal közepére a kis kegyedet, és azt nézegettem, be ő volt konkrétan. Nagyon jó. Hát mindenki elolvassa a saját magáról szóló cikket. Na, itt van Tibi? Jól van, akkor már is Tibivel folytatjuk. Hát itt vagyok. 32 fok árnyékban, kék ég, pálmafák, tűzforró lányok és jéghideg koktélok. Egy kis séta a fehér homokos tengerparton, aztán csobbanás a hűsítő habokban. Hát, így telnek mostanában napjaim, de elég belőlem. Veletek mi van? Tibi! Tibi! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi, mamamama. Tibi, hát sziasztok. Mi van veled? Hello! Na mi van ott a nagy tavaszban? Na. Figyelj, hát most mondhatni, hogy melegből mentél a melegbe. Egy ilyen finom 16-ocska volt tegnap, most egy ilyen 12 lesz, hát úgy neked jobb, de most itt is nagyon jó idő van. De azt mondom egyébként, hogy az otthoniak imái meghallgattattak, mert ilyen rémszar idő még Kopangánon szerintem mióta ilyen idejárok nem volt. Ez csak az a kérdés, hogy attól, hogy velem ki akarnak szúrni, attól miért kell kivotni egy egész szigettel. Mennyit bantráztunk ezzel, hogy ha már nekünk se jó, neked se legyen jó, te jó Isten, de akkor... De hát én értem, de ezt, hogy miért nem az én bungalom fölé rendeltétek a jégihart, érted? Tehát, tehát itt komplett nemzeteknek tettetek keresztbe, tehát itt mindenkinek a nyaralása oda. Tehát itt az elmúlt 3 napban van nagyon szép idő előtte. Ugye vókláztam a fényképezőgépemmel, és azt láttam, hogy egy rohadt percre süssön már ki a nap, hogy azt tudjam hazudni, hogy szép helyen vagyok, mert egyébként olyan hideg volt, hogy azt hiszem, hogy befagyít a segény. Fú, annál nincs nyomasztóbb, mint amikor ott vagy, ránézel egy bitomét időjárás előrejelzése kedden, és azt látod, hogy vasárnapig rossz idő. Jó, és tudod, hogy vége. Tibinek a 4 hétbe azért csak belefér ez az 5 nap rossz. Igen, igen. Mióta van rossz idő? Nem, hát így mindig, tehát ez úgy van tényleg, hogy látod, merre borul és menekülsz. Tehát, hogy azért ahhoz eléggé tagolt a sziget ilyen hegyekkel, hogy mindig tudsz valamerre menekülni, ahol éppen nem esik. Tehát olyan vagy picit, mint egy ilyen viharvadás, tudod, egy ilyen negatív viharvadás, menekülsz előre állandóan. De csak ezt akartam mondani az otthoniaknak, hogy igen, sikerült lerimánkodni nekem ide arról. Oh, aha. Szóval így. Így vagyunk itt Kopangán. Aha. Hát. Akkor jól érzi magát, nem? Van még valami? Nincs? Akkor szevasz. Gyerekek, ez nagyon szegény. Ez sajnálom, ez nagy szíves. Akkor kimész és rossz idő van, nem? Jó, hát de már annyiszor volt kint, meg annyiszor tapasztalta a jó időt, most egy másik arcát is megmutatta, az a táj. Igen, azért gáz, mert múzeumban szegény nem tud menni ilyenkor. Nincs is meg, nagyon sok a szigeten egyébként. Igen, na itt vagy Tibi, hello újra.
Most hogy valaki azt imádkozta, hogy szakadjon meg. Igen. És akkor mit csinálsz rossz időben? Motoroztok? Nem, most ebben a pillanatban visszajöttem, és kiültem itt a teraszomra, itt van egy kis tengerparti kégli van, kiültem most a teraszon, de egyébként az mielőtt belemennék az élményekbe, azt azért fontos elmondani, hogy mindhárman hiányoztok, és igazából a hallgatók nem tudják, de azért azok a dolgok, az apróságok hiányoznak, hogy amikor megérkezek hozzá a stúdióba, hogy egyenként kijöttök, megöleltek, tehát hogy ezek a finom dolgok hiányoznak igazából. Igen, Jani puszita, én megkérdezem, hogy mit reggeliznél, Tibi, Feri már rohan egy kávéért. Igen, hát ezek a kulisszatitkok, amiket ugye a hallgatók nem tudnak. Igen, meg hogy kijön a Feri, akkor ilyen táblajátékot játszunk, a deklám szünetben társasozunk, tehát hogy ezek a finom számok. Igen, a Malomba nagyon megy a Feri, Malomba verhetetlen, nagyon jó. Na, mikor jössz haza? Hát figyelj, még egy szimbolikus egy hetecske van. Tényleg, az már csak elússza. Nagyon kemény vagy, de jövő hétked, de már itt vagy, nem? De azt hitted, de nem. Nem, tényleg? Én azt hittem, hogy jössz haza. Mert a jövő kedden még ott kicsikét bankokba próbálom meg békíteni a tüntetőket, tehát ott picit próbálok nyugalmat szinteni ott a Királypalota környékén, hogy nyugi van, gyerekek, nyugi van. Nagyon számítanak ott rám a tüntetők, hogy érkezem. Úgyhogy én voltam szerda vagy csütörtök. Ha jönni akartok elém a repülőtérre, mert gondolom ezért kérdezted. Mindenképp igen, akkor, igen. Nem, akkor tudjuk, hogy mikor rendeljük a taxit. Igen, ha kell taxival, kimegyünk Svehátig. Meg a tehertaxit az ajándékoknak. Tényleg kapunk valamit? Hát persze, figyelj. Mint minden évben. Amiket megértem nektek, hogy mindhárom itt lesznek velem, az történt, mert rengeteg zöldséget tettem a Jani nevében, a Feri nevében, hát gyakorlatilag annyit koktéloztam, hogy azt hiszem a legtöbb koktélbárban azt hiszik, hogy valamilyen fajta beépített minőség ellenőr vagyok, mert gyakorlatilag ilyen nappal ott tolom, és minden alkalommal, amikor bankautomatából vettem fel a nagy címleteket, akkor pedig rágondoltam, hogy abszolút. Na, őszintén mennyire unatkozol egyébként? Hát rohadt rossz, nagyon nehéz megélni ezeket, mert igazából te az inger szegény környezet, tudod, tehát hogy azért már végén a tengerbe is csak legszívesebben belerúgsz egyet, tudod, mert már az se úgy esik. Figyelj, Tibi, Mi? Csak azt akartok megkérdezni, hogy hány műsort vetetek ti fel előre, mert most már lassan két hónapja kín vagy, aztán a műsorod meg csak megy. Ez egész jó. Nem. Egy szilveszteri műsor volt, csak annyira tartalmas volt, hogy többnek. Ja, igen. Viszont ami érdekes volt, hogy azért az ünnepek meg tök érdekesen teltek, mert gyakorlatilag semmelyik ünnepnek nem volt semmilyen fajta hangulata. Tehát a karácsonynak nem volt karácsonyi hangulata, a szilveszternek különösen nem volt szilveszter hangulata. Én ugye eleve nem vagyok ünneplős, és pont azt beszélgettük a párommal, hogy neki meg azért nem volt annyira érdekes, mert neki meg minden nap karácsony, amióta velem van. Tehát, hogy... Jaj, Isten! Igen, mindig ott van beled a megváltó. Na, de hogy egy kis kultúrát is csempészünk ebbe a beszélgetésbe, tényleg láttál valamit, voltál, ahol eddig nem voltál, átmentél, mint a Angkorba, nem akartok elmenni Kambodzsába, jóra repülőút vagy kettő, nem tervezted, azért egy hónapban, másfél hónapban beleférne ott egy-két kalandozás. A helyi koktélbárba hoztak egy újfajta helyi töményet, ami... De látom már, hogy a csajodat is fotózott, tehát hogy ez így egy ilyen költséghatékony utazás ez, hogy esetleg el tudjátok majd passzolni a képeket, mert látom itt a Facebook oldalod, Anna beosztva, hogy itt már ilyen felkérés, nem tudom, News is magazin vagy valami, tehát látom itt már az egyébként jó képek, tényleg. Jó képek, és azt is látjuk, hát, hogy úgy tűnik tényleg komoly a kapcsolat, mert vettél neki sült krumplit. Nagy lelki. Nálunk igazából kérdezték, mikor nézték a fotókat, mindenki mondta, hogy milyen vékony a barátja, neki baromra nem vékony, hát egy nagyon szép, csinos, jó alkatú lány, de azt hozzá kell tenni, hogy tényleg úgy van, mert mindenki azt kérdezik általában, hogy miért nem etetem rendesen, és hogy tudod, hogy az embereknek az van a fejében, hogy én etetem, de gyakorlatilag picit ráéreztek, mert mi úgy megyünk akkor ezeknek az embereknek elmondom, mi úgy megyünk kajálni, hogy elmegyünk valahova, kirendel, ő is egy adag ételt, én is egy adag ételt, utána odalátolom a fűtéscsőt, és mindegy többbe zabálom. Tehát és meg így könyörög, és így néha leszórok egy-egy falatot, hogyha már látom, hogy nagyon. Tehát, hogy mindenki mondja, hogy miért nem etetem, mert többet eszik a barátom, mint én. Hát csak van egy nagyon ritka bélférge, és ez minden. Te rohadt,
Ha ő tetedett, kettő eszik. Jó, hát nem csak mindig, de a Viki is ilyen, hogy bármennyit eszik, nem tud tízni, ő is ilyen nagyon egy szál belül. Na jól van. Múltkor fájt a fejem, mevettem egy alvópirint, és figyelj, egy kilót hisztam tőle, tehát ez tényleg alkati dolog. Figyelj, mondj már valami azoknak, akik mondjuk még nem voltak Tájföldön, tényleg csak, hogy valami minimális mélysége legyen ennek a beszélgetésnek, hogy a tájkonyha például mit szeretnek, mit esznek, mit főznek, mi az, ami náluk népszerű. Alapvetően én, amit szeretek Tájföldön, és amit el tudok róla mondani, nyilván amellett, hogy baromi szép idő van, meg rengeteg pálmafa, meg nagyon kék a tenger, meg nagyon meleg van. Szóval alapvetően az nagyon élhető hely, nagyon szeretik a turistákat, nagyon kedvesek, nagyon befogadóak. És az egyetlen hely a világban egyébként, ahol gyakorlatilag minden ételt megeszek, tehát hogy hát azért otthon is nyilván kínait, meg ilyesmit esznek az emberek, azt nyilván vágják, hogy a hasonló az ízvilág sok szójával, sok ez a rengeteg zöldség, rengeteg gyümölcs, de ez a sziget, ahol én vagyok, hogy egy kultúra legyen, egész véletlen megnézte a Wikipédiában, hogy itt tudjak vele tartoskodni, hogy ez a királyi családnak volt a kedvenc fürdőhelye, gyönyörű kis öbölökkel, rengeteg pálmával, zöld az egész sziget, tehát ez nem egy ilyen valami betonos, valami nem tudom micsoda, hanem ez relatív azért, hogy az egyik legzöldebb kis sziget. Úgyhogy... Ki van nyitva előtted a laptop, honnan olvasod ezeket? Igen, közben egyfolytában rajta vagyok a Wikipédián, igen. Interneted még ilyen... Mondjad? Na de azért várjátok már, nem, hogy jöjjek. Persze, nagyon. Én nem tudok államba szendülni esténként, mindig beveszek egy alvópirint. Egy alvópirint beveszel, az nagyon kiüt. Na, és akkor, amikor visszamentek Bangkokba, lesz egy kis kulturális forradalom a fejetekbe? Elmentek így ide-oda, picit így körbenézni? Mert ugye mondtad, hogy amikor ott voltatok, nem nagyon sikerült, de most visszafelé esetleg beterveztetek így a szex negyeden kívül valami mást is? Ja, ne, a szex negyeden kívül más már nem. Mert ott van egy negyed, ugye Patpong, hát az a szex negyed, oda mennek a turisták, ott vannak a bárók, ugye az tulajdonképpen tényleg szex negyede Bangkoknak. Igen, tehát nyilván lesz egy kis ővésmenés, fiú, feszegethetjük ezt a kérdést, de nagyon nagy múzeum látogatás nincs. Nem arra, nem, tényleg nem, csak Istenem, nem erre gondolok, mint hogy legalább egy nyomorúsághoz szobrot, vagy valamit megnéztek, de tényleg elengedem, mert érzem, hogy ez nem teljesen a te világot. Figyelj, rohadjak meg, mellé állok már valaminek, hogy megnyugodjak. Nem, csak arra gondolok, hogy például tényleg ott lennék egy hónapot, akkor mit nem, mint 20 dollárból kirepülsz Angkorba, megnézitek Kambodzsát, visszajöttök, két nap, egy éjszaka, és utána visszajöttök Kopangára. Tehát ott azért lehet ilyen kis látványos túrákat menni. Én személy szerint már voltam Angkorban, és egyébként nem volt, de én meg rohadt jól mesélek. És rohadt olcsó ez így, igen. Hát klipet forgatottok kint. Hát erre emlékszem a klip forgatásra. Persze. Még, az zseniális volt. Így van, ez az ott egy kicsit voltam az operatőr, köszönöm a dicséretet, viszont a párom pedig egyébként a képzelet szárnyán rengeteg helyre elrepül, rengeteget mesélek neki olyan helyekről, ahol jártam, és közben pedig ülünk egy koktélbárban, és sehova nem megyünk. Tibi! Most majd. Aha, jó, nem is azt akartam kérdezni a Tibitől. Ja, neki a pály. Mondjad. Hogy van az tényleg, hogy a fotózási képességeid annyit javultak csak, hogy mindig a gyönyörű nő van a képen. Tehát, hogy én értem, hogy ki kellett vinni anyut, meg minden, meg most örülünk, de hogy nem tudsz frissíteni ott valamit egy helyi erővel, mert ez a fiús kérdés, akik lányok, ez több hallgatónkat izgatja, hogy becserélted-e már. Ja, hogy csináljon egy képet egy olyan... Igen, egy olyan, olyanról is. Vannak szépek, akik közben férfiak, igen. Hát általában ugye azok a nők, akik a mi szemünkkel szépek, azok zenében mind férfiak. Egyébként amit szoktam mondani, hogy ennyi gyönyörű nőt ekkor Ádám csúcsával azért kevés helyen lát. De az is tény, hogy nem a páromat akarom fotózni, ez fontos azért elmondani. Alapvetően a tájat szeretnénk fotózni, de gyakorlatilag... Mindig beúszik? Beleáll. Arról, vagy mi? Hát ismeritek a barátaim, mert annyira tolakodó exhibicionista, hogy érted, hogy fotóznám a tengert, és így ugrabugrál, mint egy ilyen megkergülhető, és így mindig megy bele a képbe. Tehát, hogy így az, hogy muszáj vagyok így a fotózni, ami van, de nem, egyébként nem járok ilyen éjszakai bárokba, elmenjek, akartok el. Igen, egy képet küldj már. Nem, sokan nem gondolják, hogy egyébként a tájtravik valójában tényleg mennyire szépek, és hogy ez ott egzisztenciális kérdés jelent, hogy valaki arra gyűjt, hogy át tudja operáltatni magát, mert utána mondjuk traviként jobban megér, bár már egyébként nem nagyon, tehát egyre kevesebb travik bár van. De ha egyet lefotózol, az szerintem sokaknak tetszene, hogy néz ki, ha engedi, persze. Hát ez nagyon nem fogok meglepni, ez 6 perc művel lesz, meg kigyalogok a házamtól 6 percre, van egy ilyen 5 travik bár, tehát kiszaladok neked, hogyha most ezzel megcsinálom a napodat, megkapod. Nem, nekem, hát én láttam ilyet eleget.
amikor kim voltunk. De csinálj, ja, de tényleg, csinálj már egy ilyen zavarbejtő traviról, tényleg, akire ránéz az ember, és azt mondja rögtön, hogy úristen, mennyire bomba nő, és te tudod róla, hogy nem. Nyilván saját tapasztalat. Jani szerintem, amilyen keveset iszolt egy jól behűtött kanadadráj után, itt azért párra rámozdulnál. A Jani egy Virgin Mojito után már egy vérszemet kapna. Ő már a Travi bárban a színpadon táncolna. Téged Tájföldön nagyon kéne őrizni. Iszonyatosan beszakítottam. Jani, az egy alkoholmentes volt. Jani, a lábát néz, 46-os lába van, a lábát néz, csak a lábát. Úristen, de jó, könnyű eltalálni. Egyébként ami még zavarba ejtő egyébként, hogy ezt a mennyiségű ilyen, nem tudom, hogy ennyire divatba jött a gyúrás, vagy ingyen van a szigeten az edzőterem, de gyerekek, ilyen mennyiségű kigyúrtság volt, a csajomnak a szemét nem győzött. Hát hozzád képest, ugye? Hát ugye, én konkrétan ott tartok a kompresszusaimmal, hogy korlatilag most, hogyha egyedül vagyok, is ruhában zuhanyzom. Tehát, hogy jó, de magam Tibi... előtt sem vállalom föl magamat. De azt azért ne felejtsd, hogy hozzád képest Gerard Depardieu és egy Mr. Olympia. Rohadt szemét. Jó, az itt el kell mondjam azért őszintén, hogy sokat gondolkodtam rajta itt azért az új év kapcsán, hogy milyen fogadalmat tegyek, mert azért nagyon fontos, hogy nyilván egy ilyenkor az ember valamit megfogadjon az új esztendőre. És keresgettem, de aztán rájöttem, hogy úgy vagyok jó, ahogy vagyok, úgyhogy így ez nem annyira megfogni. Ez egy jó felfogás. Na jó, akkor egy hét múlva még Bangkokban, aztán két hét múlva már itthon. Még egy rövidet elmondok nektek, kaptam egy levelet egy csávótól, egyébként ezen behaltam, aki arra kért, hogy azt puderolta a munkahelyét, hogy Tájföldön nyaralni, így kapott hosszabb karácsonyi szabadságot, és könyörög nekem folyamatosan, mert ugye túrót nem volt Tájföldön, de hogy elő kéne lassan hozakodni a nyaralós fotóival. Hát bizony, hogy csináld meg neki, mi? Hogy egy szett nyaralós fotót csináljak már, ami akár az övé is lehetne. Úgyhogy legyek jó fej, megcsinálják. Szerintem igen, yes. Persze, átküldöd, kinyomtatja, egyrészt vannak ugye sajátnak tűnő élményei, másrészt meg ezt a nagy Szabit el tud neki intézni. Na jó, akkor ez egy ilyen morning show ajándék, ezt most rohadjak meg, elmegyek, megcsinálom egy idegen nyaralós fotóit. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Meg a Travi fotót akkor ne felejtsd el. És mindent csinálj meg, amit jó, korábban de... megígértél, rendszeresen lájkol te is így kölcsönösen a Hajdú Péterrel a posztolás. Nem, rohadjak meg, ahogy figyeltek. Te is szeresd az ő képeit, ő is szereti a tiéd. Nem, én alapvetően csak a saját témával foglalkozom, bármit föltöltök, én vagyok az első lájk, és utána 5 perccel elteltével teszek rá egy mosolygó fejet, hogy turbozzam a poszt. És ezt bírom, hogy ezt ilyen őszintén bevállalod, ez szimpatikus. Na jól van, vigyázz magadra akkor, és további rossz időt kívánunk neked ott kint, jó? Jó, veszel el a napszemüveget, hello! Raboljon a kint, Tibi! Nem egy pártó. Nem marad itt velünk adásban. Itt vagytok még? Igen. Itt vagytok még? Itt vagytok. Bauni. Gyerekek, azért rossz idő, nem? De hát azért inkább sír az ember 30 fokban, mint 12-ben, nem? Ha hát, már rossz a kedved, ugye? Igen, most itt nézed az ülői felüljárót, ott meg azért az esős tenger part, ott majdnem ugyanaz. Mondják, hogy a pénz nem boldogi, de hát azért inkább sírok egy mercibe, mint a villamoson, nem? Arcos. Most ezt nem én találtam. Igen, ez egy régi mondás, de hát azért vitatkozz vele, érted, nem? Tehát, hogy... De ki mondhatta vajon ezt? Nagyon nagy duma. Nagyon nagy duma. Én egy ilyen 50-es nőtől hallottam, amit 10 évvel ezelőtt, hát besírtam rajta. De egy mercibe hallottad, vagy a villamoson? Aranyom, ekkora bunda volt rá. Aranyom, tudod, hogy a pénz nem boldogi? Azért inkább sírok egy mercibe, mint a villamoson. Sírtam rajta. Nagyon nagy duma. Na jól van. Azon gondolkodtam, hogy Tájföldön, ahol igen? Most a Tibi van, ott van masszázs, nem? Bum-bum finish, happy finish, normál masszázs. Most nem erre gondoltam, csak a Csabi mesélt még a múlt évben, 2013-ban, hogy ő rendszeresen jár ilyen talpmasszázs emberhez, aki megnyomkodja az ő lábát. Azt csinálják Tájföldön. Ne, Csabi az sarokhámozásra jár. Ja, nekem azt mondta, hogy talpmasszázs. Csak masszázsnak érzi, akkor a darabok jönnek le róla. Hogy... És most a neten olvastam egy ilyen kimutatást, volt egy ilyen talp fénykép, igen. És be volt jelölve, hogyha itt megnyomod a talpadat, akkor a vese betegséged elmúlik. Ez ha 5 centivel arrébb nyomod, akkor mit tudom én? Akkor összeszarod magad. Akkor annyira fáj, de szarsz is. Ez így van. 3 centivel arrébb, akkor pedig merevedésed lesz. Tájföldön, meg egyébként most már Magyarországon is egy csomó, ha bemész ilyen tájmasszázs klubokba, akkor ott kint van mind a kéznek, mert ott is megvannak ezek a pontok, mind a lábnak a testérképe. És meg tudod nézni, hogyha neked a bal lábadon a nagy lábujjad alatt fáj, akkor az pajzsmirigy, vagy vastagbél, vagy vékonybél, vagy nyombél,
és azt kell ugye nyomással stimulálni. Ez egy több ezer éves tudomány. Jó, nyitja is ugyanott, tehát ha megnyomja a talpadat, akkor érzette, hogy fáj. Akkor tudod, hogy a pajzsmirigy rossz, ha azt stimulálja, akkor meggyógyul a pajzsmirigy? Alapjelvű a talp reflexológiának ez a lényeg, igen, hogy a talp ideg végződésein keresztül tud egy adott szervet stimulálni. Tehát egy jó talp reflexológus például meg tudja mondani, hogy neked van vese homokod. És ha ő elkezdi azt ott masszírozni, mondjuk kis golyócskák formájában, ami ne a te talpadban van, beágyazódva, akkor szétmasszírozza azokat a golyókat, akkor neked mondjuk a veséd előbb elkezdi kiüríteni a vesehomokot, persze ez nyilván folyadékot kérdezni, meg egy csomó minden, de ez létező dolog, ez egy tudomány. És magadnak tudod csinálni? Hát nem hiszem, meg lehet tanulni, de azért ez úgy, hogy neked feküdni kell, erősen nyomja, nem tudod olyan erősen nyomni. És Ferinek ezért... tudnád csinálni? Hát az a baj, a Feri lába az egy buldózer. Hát ez az erőm lett, könnyű megtalálni a pontot, ez gyerekek. Ez érdekes egyébként, hogy arányosan ugyanott helyezkednek ezek a pontok? Tehát olyan ugyanott vannak ugyanott nálam van. Is, meg mondjuk Kapocsókán? Hát, igen, neked fele akar a lábad, mint a zsókának, tehát a zsókát csak nekifutásból lehet feldönteni. De igen, tehát a vastagbél, a nyombél, vagy mit tudom, az epe vezeték, azok ugyanott vannak. Ez tök érdekes lenne, hogy otthon este tévénézés közben saját magad meg... Ezt a kezeden tudod csinálni, könnyebben is eléred, meg jobb is. Azt nekem egyszer mondták, hogyha itt a hüvelykújjad és a mutatóujjad között nyomod, a fejfájás. Fejfájás, így van. Tehát én egyszer nyomkodtam, de azóta fáj itt a kezem. Valószínűleg nekem annyira nem jött össze, de itt nyomod, és akkor elmúlik a fejfájás. Igen, ilyeneket nem lehet csinálni. Fáj a fejed? Megcsinálom. De ne rajtam kísérletezzél. Megcsinálom. Ezt a tájok nagyon tudják, tehát ott van egy iskola is erre. Aha. Egy tájiskola, ami ugye tradicionális, és annak Bangkokban van a központja, és azok a masszőr stúdiók, akik mondjuk abból az iskolából vesznek át növendékeket, azok sokkal jobban mennek, mert ott valójában ezt a hagyományos vonalat tanítják. És ilyen masszőrünk itt van. Hívjunk neked egyen? Kipróbálnád, hogy milyen? Szerintem nagyon sok embert érdekelne egyébként, hogy ez hogy működik. Két lába van, hívjunk kettőt. De nem, igen. Jusson neked is inkább. Kipróbálhatjuk, elmondja egyébként, hogy mit kell masszírozni, hogy kell masszírozni. Vagy érdekes. Például jobb talp meg a bal talp. Különböző, amikor jobb talpadon van a vese, a balon, meg a szél. Azt hiszem, mind a két lábon minden megtalálható, meg mind a két kézem. Ez tök jól hangzik. Egyébként meg, hogyha meg tudnánk olyan fogásokat mutatni, vagy így az alapokat így mi is el tudjuk sajátítani, akkor ezt otthon is lehet csinálni a párunknak. Így van, hát ez milyen aranyos dolog. Este tévénézés, nézed a horrorfilmet, kicsit megijedsz, akkor jobban rászorít. És az a durva, hogy neked egy állapotfelmérés alapján megmondja, hogy mi bajod van. Tehát megnyomja, és ha neked az visszajelez, hogy az fáj, akkor ott valószínűleg valami nem stimmel. Mi van, valami bajod? Nincs semmi, vagy nem tudom. Prostata, már nem tud leverni a festéket. Micsoda! Átüzi a fajanszóra. Jó, ha most idejön egy mondjuk egy ilyen dalmasször, elkezdi nyomogatni, és azt mondja, hogy Rákóczi úr magának baj van a szemével, akkor azért az jó, az igen, igen. Akkor az egy szakember. Azzal azért nem akkor az Ferenc vágja a tejmel. Ferenc, úgy gondolom, hogy ön a szemének már nem annyira jó. Tehát én nem is a szemed, lehet, hogy mondjuk a májadat is fogja mondani. Mondjuk a máj szem az ugye például az összefügg. Akkor hallgatja a műsor. Igen. Hogy megmond-e olyat, amit mondjuk nem tudhat. Mi az, hogy a máj meg a szem az összefügg? Mint ahol is rossz a gyógyítás szerint, az, igen. Tehát, akkor hogy, rossz a mája. Nem fel, lehet kapcsolat a kettő között, igen. Így dolgozik. Igen. Jó, hívjunk egyet. Nagyon érdekes dolgokat tud mondani. Egy olyan, aki mondjuk szakavatott. Neked mi a baj? Nekem semmi, csak hogy pénzbe kerül. A vendégeim vagytok. Jó? Egyszer Sácok, voltam egyébként. A vendégeim vagytok. Jó? Ez a hét még úgyis ilyen bemelegítő hét. Csütörtökre kaptok egy talpmasszört, jó? Aki tudományosan elmondja majd, a szkeptikusak vagytok, vagy vannak kérdések, hogy mit csinál, jó? De hívok, jó. Hívok nektek jó. Egyet. Ez jó. Csak arra kérlek, hogy vegyetek a zobiba, vagy a flexet kicsit csütörtök rá, ápoljátok le a lábújkörmözőket. Le fogja vetetni az oknit, csak szólok. Tehát, hogyha ilyen kis saskarmok vannak, vagy bármi, akkor legyetek szívesek. Akkor a Jani. Csütörtökre egy manikűr, pedikűrt azért úgy véghez vinni. Szeretnétek egy ilyet? Igen. Vendégeim vagytok. Ez tök jó. De nem bum-bum finish, meg nincs semmi, nem tudok ígérni. Nehéz. Meg tudja úgy nyomni neked, hogy az jó legyen. Nagyon jó. Jó? Mondjuk még Feldebrővel is tartozom, mert elmentünk, azt mondtad, hogy kifizeted. Összeírtunk mindent. És van számla róla, fogadj. A miért kaptad? Benzin. Miért kaptad? Azt valamiért kaptad. Vettem egy izét, sok magas pogácsát vettünk, egy muffint, igen, Monik ott egy kávét, én egy kapucsinót, igen. Azt mondtad, hogyha elmegyünk, akkor azt hogy lehet. Ja, tudom, mert volt a hármasugrásban egy kérdés, és kiderült, hogy te még nem voltál a feldebrői templomban. Így van, aminek az altemploma az gyakorlatilag Európában egyedülálló.
és nem mellesleg Aba Sámuel királyuknak a temetkezési helye is. És mondtam, hogy ha oda elmentek az egész család, a vendégem egy feldebrői túrára. Igen. Voltatok? Voltunk. És összeírtál mindent? Igen. Kicsit kerülővel mentünk, hogy jobban fogyjon a benzin. Kicsit csillagos. Kicsit vastagabban. Mennyibe fog fájni a feldebrői túra? Mert ez úriember vagyok, amit egy sebességed megígér, azt rendezi. Találtunk egy olyan kutat, ahol 100 oktános benzin volt. Igen, és valahogy Nagymaroson keresztül mentetek, Füzesabonyon át, valahogy Miskolcig lekeveredtetek. Na, egy napos túrát ígértem, kaja, pia, mindennel együtt. All inclusive, így van. All inclusive. És két marmunkan, nem van, még lötyög egy kis benzin. Jó, költőpénzzel. Meg nektek jó az all inclusive, az két tofu szendvics, tehát ja, azért nem vagytok nagyon nagyra vágyóak. Egy dobozos tej. Két szívószál. Na, az állam. De, hogy is nem kell. De nem, miért? Mert hatalmas élmény volt, meg úgy is elmentünk volna. Természetesen, ha látom az útvonal nyilvántartást és a rendszámra kér benzinszámlát. Tehát, hogy azért igen, tehát szeretném látni az okiratokat, hogy miket hoztál. Na jó van, mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait. Jó, ezekkel jövünk, 9:30 múlt, pontosan 9 perccel, itt vagyunk mindjárt. Na gyerekek, csütörtökre megvan a masszőr, nem kér sokat, auralátó Icának hívják. Jani, te jössz? Van még fényevő Margit, illetve pénzdémon Ica, melyiket szeretnétek? Ki jöjjön? El vannak egyébként jók. 8 perc 0 pontosan 10 óra. Felváltom, milyen jó arc volt, és pont rácsörögtünk, nem? Ugye? Vette a lapot. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. De nem volt bennetek félelem, hello, hogy így, miután már letette, kicsit belemartatok, hogy el fog titeket átkozni? Nem, ő nem olyan, ő nem. Ezt mondta, hogy ő nem tesz olyat. Ja. Soha senkivel. Meg hát a Balázs nem is hisz benne, ezek szerint. Nem. Hogy ő képes erre. De, mi Franz Bardon utódja. Abszolút. Vírom a Frabától, többször találkoztunk jó egyébként. Volt. Igen, igen. Igen, ugyanaz a kezel orvosunk. Ugyanahoz a dokihoz járunk. Mindig a kanapén fekszik, én jövök utána. Csabikám, mi van, jól vagy? Nálatok minden oké? Nem romlanak el? Furán, gépek, gyorsan, minden rendben a lakásban? Érdekes, hogy a kazán az nálunk is. De ez azért, mert egy rossz konstrukciót választottunk annak idején. De hál' Istennek a szomszédom, a Levi, az ért a kazánhoz is, minden máshoz. Ha valami elromlik, akkor hívom a Levit. Úgyhogy ja, ő pont... mindenes, Levi a mindenes. Hát jön... Amúgy kéményt szerel, de, de ért mindenhez, ami a vízzel kapcsolatos. Imádom az ilyen szakikat. Kéményt szerel, de megszereli a kazánt. Átjön, itt vagyok, intézem. Nem, ezek jók? De jó. Szerintem nagyon jó. És jobb be lehet vele rúgni ráadásul. Azok a pláne. Aranyember. Hagy egy picit minden szentnek maga felé hajlik a keze, így a mi kedvünkét, pontosabban Balázs kedvéért, így 10 után leadnád Simád Józseftől a kazán, te minden. Az... Én magam fogom elénekelni a hírek helyett. Figyelj, tényleg még hogy nem hívtak meg a mikroszkóp színpadra, de tényleg. Én azt gondolom, hogy a defekt duót neked kéne felvezetni. De Levi számát megadjam neked? Figyelj, iszunk, van egy jó házi pálinkám, ott közben kicsit iszogatunk, ha meg tudja szerelni, akkor... Az jó. Miért nem nyáron romlik el, de tényleg? Mert nem használod annyit. De hát akkor a kazán akkor is ugye fűti a meleg. Végig rossz, csak nem tudják. Nem, mert nálunk azt fűti a meleg vizet is például. Igen, de nem használod mégsem annyit, mint a fűtés közben. Nálunk ugyanez volt, azt mesélt, ami karácsony előtt egy nappal feladta a harcot, de aztán jött Levi és megjavította, ennyi. Nekem miért nincs egy Levin? Akarsz egyet? Levi az enyém. Annyit kérdezel ma. Tele vagyok kérdésekkel. Nekem miért nem lehet Levim? De tényleg. Jobbra egy fiatal srác, balra ugye Batthyányék laknak. Leszármazott. Grófi leszármazottak laknak tőlem balra. Igen. És nem értenek a kazánhoz? Hát a komolnyik ért. Tényleg. Egy grófi család leszármazott. Igen. Igen. De durva helyen laksz. Igaz? és a bocsi két utcára tőlem egyébként. De ott nagyon sokan laknak még ott. Tehát akkor mindegy is, hogy működik-e a kazán, van hova menni. Hát most már arra gondoltam, bekéreckedik az ördög Nóriékhoz ott egy kicsit. Nóriék is ott laknak? Hat utcára lakunk egymásra. Doszpoték, nagyon sok mindenki lakik ott. Gombos Edináék, persze. Most mi van? De nem, ő csodálkozom. Ők még akkor vetik a telket, amikor gyümölcsös van. Tesz szemét. Na, hívjuk a naphallgatóját. Igen. Ez nem. Ez valami félretárcsázás. Igen. Gyerekek, csak mondom, csütörtökre le van zsírozva a talpreflexológusotok. Nagyon jó. Úgy meg lesztek masszva, hogy megérült. Ezt így mondják egyébként. Így van. Már majdnem rákérdeztél, mi? Te kis abbaházi csacsi. Sírilajon? Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok.
Hello, Kari! Úgy szeretem, ha valaki aláírja. Kari, hol hallgatsz minket helyileg? Hát ugye, de Pilisen. Pilisen. Budapestről 45 kilométerre. Én tolom, ugye ide tudom, hogy milyen ez, mert én temetővel átteremben lakok, úgyhogy én is érzékelem ezt, csak azt hagyján, hogy a mikród meg a sütő elromlik, csak a szexuális életed ne romoljon, mert oda nehéz lesz szerelőt keresni. Hát tudtam, hogy téged kell hívni, Kari, tudtam, hogy te vagy a mi emberünk. Karikám, nálad is mozognak a szellemek erősen, tényleg? Hát vigyázz ide. Nem panaszkodunk ide-oda, úgyhogy ez van. Nagyon nagy forró. Karit vegyük fel az állandó vendégek listájára. Karit ezentúl hívnunk kell. Ja, valamelyik ötök megbetegszik, akkor bármikor. Mi orvos vagy, Kari, vagy már hogy érted ezt? Hát mindent vállalunk. Na, hát megnyugtatom. Nagyon jó. Temető mellett majd mindent válasz. Igen. Nem sikerül ott a temetőben. Nem sikerül egyből el is földeltek. Megnyugtató egyébként. Fakivágás, kertrendezés, tűzös, mandulagyulorát. Minden. Máj biopszia, mi minden jöhet, abszolút. Amit akartok. De hát komolyra fordítva, mit csinálsz, Kari? Mi a foglalkozásod? Hát én hentes vagyok. Hentes? Ó! Ó, barátom. Ó, hát akkor az... És már bent? Bent vagy? Hát most jelenleg kint. Kint. De mi, disznóvágás van éppen, vagy mit csináltok? Hát nem, most éppen pihenés van. Ja? De olyan jó kedved van, vagy jó hangulatod, ez mindig így van? Hát állam, ittunk már, de annyit nem, hogy nagyon rossz legyen, de egy kelleset sem. Ma gyümölcsnapod van, Kari, vagy mi? Egy szilva, egy marack. Nem vagyok vega. Mi volt a mai menü? Mit toltatok reggel? Hát nagyon nem, még ma ez nem volt semmi, nem vagyok, ki délbe szoktunk csak enni. Nem úgy értem, a piára gondolok, hogy milyen egy barack, egy szilva, mit tudom. Hát ilyen sorrendben. Na, jó kis házi? Hát csak is. Kari, egy ilyen szakmai dolgot árulj már el, Léci, hogy hány feles után húzott fel a lánckesztőt, hogy maradjon újad? Azt nem szoktam használni egyáltalán. Hívnak disznóvágásra? Mész? Szoktál vállalni? Hát nem nagyon. Már megszűrőben van az is, úgyhogy kevesebben vágnak, mint az előtt, de hát azért akad egy kevés, nem sok. Voltam egy hónapja, olyan szakavatott ember vágta, meg zsigerelte ki a malacot, hentes bőrlér, fú, gyerekek, nagyon értett hozzá. Karival lett volna igazi. Kari veled nagyobb mulatság lett volna, igen. Hát ugye, semmi rossznak nem vagyunk elrontói. Igen. Karikám, te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy szép ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Ugye arról beszélgettünk, hogy vajon mi volt ott, mielőtt oda házat építettek, gyümölcsös vagy bármi más, te azt írtad, Balázs, ha a város szélén laksz, akkor kórház volt. Ezt írtad nekünk, ezzel te lettél a naphallgatója, gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Ciao. Ciao, sziasztok. Szia, Karriel. Szia. Csabikám, remek zenéid vannak ma is, vagy lesznek? Engedelmetekkel most megint nem a legújabbak közül választok, hanem egy olyat, amit magyar emberek hoztak össze. Van egy Music Fabric nevű trió, magyar producerek, az Andy Soul, a Zsetró és a Simolle, ezekre a nevekre hallgatnak. Amúgy Gertetek, ők a magyar producerek. András, Szilárd és László, tehát van nekik magyar nevük is, és bevették negyediknek erre a dalra a Hegyi Ákost, az X-Faktorban ő indult, és úgy volt, hogy be is jut, de aztán végül is nem jutott be a döntőbe, de nagyon szimpatikus srác volt, talán emlékeztek rá, egy ilyen szemüveges, borostás srác, nagyon jól énekelt, és ő lett az énekese ennek a dalnak, az a címe, hogy This is my life. És ez is egy olyan dal, és ezt már nagyon sok magyar dalnál elmondtam, egyre több van, hál' Istennek, hogyha nem tudnánk, hogy magyarok készítették, akkor még szeretnénk is. De nem, hát bárhol a világon, bármelyik rádióban vagy diszkóklubban megállna a helyét. Egyre több ilyen van. Igen, egyébként. Egy igazi világszintű produkció. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni. Így van. Ja, semmi, csak akartam mondani, hogy az új Király Viktor dal is egyébként egy ilyen kategória, és ha az egész lemeze ilyen, akkor az egy világszínvonal anyag. Igen, tehetséges énekes. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.